Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Nightlord vagyok, és itt vagyunk a Metin 2 Hook Continuumon, újra játszunk, és újra valamit alkotunk ma este. Most már bocsánat, én a fülest leveszem, sajnos rájöttem, hogy én zene mellett nem tudok igazán beszélni. Engem valamiért zavar, hogyha a fülembe zene megy. Épp most Giant-tel beszélgettem, és akar nekem adni valamit. Ó, hát ez egy mahabarus mesteres isak, de tökéletes, plusz 6-os. 80-ason nagyon jó lesz. Jaja. Mi az ára? Habár most elég szarul állok pénzzel. Ügyileg. 80 nem lenne rossz egy ilyen habár, mondjuk DT-zni kéne. Mert nagyon drága a csont. Ja, még most is köhögök. Hát... most nem fogok tudni neked ajánlani, sajnálom, mert nagyon szarul állok és kell bótolnom. Csak azt hiszem, most az aura az úgy fontosabb, ha nem haragszol meg. Ezzel köszi. Közben Pajusztól vegyem át az ugye a KK-kat, mert a tegnap üzleteltünk, azaz kellett neki tübörgés és áthatolás KK. Én kaptam is, csak sajnos ugye DC-be volt, és én odaadtam neki, ő nem akart kijönni, és akkor úgy egyeztünk, hogy majd deadja. És sikerült is. Azt mondja, hogy egy forkókard. Ó, de jó, nem tudom elolvasni. Hát, nagyon helyszűki vagyok, mondjuk ezt úgyis kiveszem. És akkor ide visszapakolásszuk. Úgy tűnik, hogy akkor aurát meg nem tudok olvasni. nem baj. Na, most a terve az, hogy egy kicsit fejlődni most nem akarunk, hanem farmolunk, és ha lehet bányászunk valami apróságot, miközben természetesen beszélek. Ez lenne a terv. Ugyanis most van miről, tehát a mai nap volt egy érdekes beszélgetésem Facebookon, az... most menjünk, egyszer nézzünk meg Szellemerdőt, és utána átmenjünk 65-ös metinre vadászni, ugye már kéne a jéggömb is már nagyon. A tegnap próbáltam, volt egy, ugye, most már ezt is elmondom, esetleg annak, aki nem tudna, de szerintem én voltam az egyetlen ember, aki nem tudta, pedig egy kicsit ciki, mert voltam beta-tesztelésen, hát ott igazából nem is próbáltam, úgyhogy nem csodálkozom, hogy nem tudtam. Feljelentem DC-be, és rossz helyre tértem el, és mondta, hogy hát balra kellett volna egy elemet, hát ugye ott kevesebben vannak, ez pont bajusszal volt. És én úgy gondoltam, hogy oké, akkor visszateleportálok az elejére, ugye vissza a városbakomból, és akkor melyik újra. Hát sajnos azt elcsesztem, mert nem tudtam, hogy ki fog vágni, és én nagy örömmel, hát kidobott, nem probléma, megyünk vissza, ugye, mint ahogy DT-be csinálod, hát nem, 30 percet kell várj. És igen, ezt megszívtam, tehát aki DC-be megy, az tudja, hogy nem úgy van, mint DT-nél, D-motoronynál, hanem ott 30 percet vársz, a kidob. És volt egy olyan elméleti dolog, hogy lehet, hogy le kell ölt a kaszást csoportba legalábbis, hogy be tudj menni oda. Hát az nem volt meg, tehát én nyugodtan bémehettem. Mondjuk voltam fent a kaszásnál, öltük is le a kaszást, ha jól emlékszem, videón kívül történt ez. Arra már nem emlékszem, hogy csoportba voltam, de ezek szerint igen, mert beengedett, vagy pedig a feltételt törölték már el. Hát igen, van ez így, ezt jobb, ha tudjátok, és akkor próbáltam ugye a jéggömböt farmolni, hát nem igazán jött össze. Időközben megnézem, hogy mennyi van még a kesztyűmből. Ú, bakker, 17 perc. Az szívás. Hát, ez így nem lesz jó. Most vagy az van, hogy ellevem a 17 perces kesztyűmet, és akkor szenvedek, míg kiütök egyet, vagy az van, hogy most ütünk egy kesztyűt, hát... nem itt terveztem, de kiüssük azt a kesztyűt szerintem, legalábbis megpróbáljuk. Ugye nem volt, tehát elég hadilában álltam eddig a 80-as és 90-as metinekkel, azért, mert hát ugye elég gyenguska voltam. Most egy picivel erősebb vagyok, ugye M9-es az aura, meg hát ugye most már megvan a méreg, most már remélem, hogy egy kicsi, egy hajszálnyival gyorsabban fog menni. Igaz, hogy régebb mindig buffal üttem, hát most remélem, hogy ez buff nélkül is menni fog. Minden esetre kipróbáljuk, úgyhogy én nem fogok végig sétálni, nem sajnálom azt a 15 ezer jangot, összesen 30, és teleportálunk át gyorsan, mert szükségünk lesz. Legalább egyet üssünk, habár szerintem van egy érzésem, hogy ebből a videóban nem fog esni, meg hát ugye itt elég sokan farmolnak, és a GF még mindig nem akarja megadni a több csihát, még mindig nem akarja megcsinálni, de hát ez van.
És hát ugye azt lenne a lényeg, hogy most kéne valamit farmoljunk, mert hát ugye tőkét kéne csinálni, meg hát ugye a videóhoz is legalább jó. És hát már ugye DT-be tudnánk menni, ugye van fekavértem, néhány nyakláncom, sisakom, ilyesmi, amit lehetne húzni a plusz hatosnak. Aztán néhány méreg is akad valahol, ha bár abban már nem vagyok olyan biztos, mi történik itt, előre félek. Na mindegy, mármint attól, hogy nem fogok metint találni, mert ha nem fogok metint találni, akkor ezt elemem, aztán a videón kívül kikínlódok egy tolvajkesztyűt, az kész, meg kell próbálni. Ez most nem tudom, autózik, vagy csak úgy el van. Na mindegy. Úgyhogy igen, kéne. Amúgy volt pár, tehát a boltolással is most egy kicsit oda kell figyeljek, mert volt pár rossz bizniszem, hogy nagyon árok alatt adtam el fejlesztőket, ilyen 150-200 kába adtam el olyanokat, amik 5-600 kát értek, és amikor megtudtam, majd lefejeltem a billentyűzetet, mert nem kis mennyiségről volt szó, tehát ilyen 20-25 darabról, tehát az beszorozva az nagyon sok, irdatlan sok young. Most az a baj, hogy a piaci, én ahogy észrevettem, nagyon-nagyon ugrándozik, fel, le, ki, be, mindenféleképpen ugye. Most már 4,5 millió egy euró KK, néhol 4 belátni, a múltkor 5,5 volt, 6-ért is láttam eladóba, tehát most már nagyon megint az van, hogy nem biztos a piac, én nem tudom, mi történik. És hát ugye pont azoknak a fejlesztőknek felment az ára, én meg csak így ültem a monitorát és néztem, hogy bazd meg, ezt elvitték ilyen 2 másodperc alatt. Bezártam a boltot, átadtam az üzenet, rákattintok egyre, nézem. Ó, csesz, megnézem, mondom, hát ez itt triplája az ára. Mondom, hát biztos elírta, nézem a többinél is. Ó, mondom, de hülye vagyok. Lehülye vagyok, ezt benézted, Nandi. Szopóka. Na mindegy, megtörténik. Ez van. Tegnap írtátok kommentbe, hogy ugye elmentem volt egy metin mellett. Na igen, a tegnapi videó, vagy tegnap előtti? Az igazság, hogy már azon sem vagyok képben, mi kommentem fel. Nem, ma hétfő van, bakker, nem? Igen, hétfő. Na, ennyit számít az, hogy az ember ki van fáradva. Hétfőn, tehát a tegnap írtátok ott kommentben, hogy elmentem a Meti mellett, igen, az a videó nagyon erőltetett volt és nagyon gyors, én csak, ahogy meglett a szint, én be is akartam azonnal jelenteni, hogy tudjatok róla, nem is másoltam el, tényleg megvan, oké, és minden fasza. Közben szól a zene, és meglepődtem, pedig tudom, hogy elindítottam, azért, hogy azt a mikrozajt, amit csinál a mikrofonom, az kiszűrje, tehát ugye azért van, meg hát kellemesebb szerintem a videó, és remélem, hogy jól jöttem, lőttem be a mikrofont, mert amint én úgy csináltam egy perces felvételt, és úgy hallottam, hogy jó. De visszakanyarodva, hol is tartottam, hát igen, előttem a piacon az árakat, nem probléma annyira, mert még van és még fog esni, viszont azért ugye eléggé kellemetlen volt, hogy jó pár millát ott buktam, és ugye nálam az a jó pár milla is számít. És térjünk vissza az eredeti beszélgetésre. Most az a helyzet, hogy cséhakat váltogatni nem igazán akarok, ezt én bevallom nektek, valahogy ez a három cséhas dolog, tudom, hogy egyen is többin se lesz, úgyhogy most azt csináljuk, hogy futkorászunk és imádkozunk egy kicsit, aztán meg hogyha nem lesz, akkor meg megyünk vissza a 75-ös és 65-ös betűnekre, azt meg megoldom valahogy magam. Na de hát volt egy ilyen Facebookos beszélgetésem, hát a neveket nem fogok mondani, egy nevet konkrétan. Ugye felraktam ezt a 75-ös videót, hát ő meg is nézte, és írt is Facebookon nekem. És hát, hogy mondjam, szegény egy kicsit szerintem nem igazán értette, hogy miről szól itt az összes dolog, meg minden. De hát ugye hasonló vitáim voltak már a befejeztem vége a Metin 2Hu videó alatt. Tehát a Metin 2Hu vége, valahogy így volt a címmel, és írták, hogy sokan mások sokkal több mindent ki tudtak volna hozni ebből, meg sokkal jobban is lehetne csinálni, meg stb. Meg sokan sérelmezték azt, hogy néhányan adtak nekem a, hogy mondjam, a játékba ezt a cuccokat, mert ugye nem tagadom, adtak aurát, volt, hogy vértet kaptam, volt, hogy fegyót kaptam, ezek minden apró jó kis segítségek voltak, amik jól is estek, ha bár sosem kértem, de mindig kaptam, és én úgy voltam vele, hogy elfogadom, mert ugye rajtam segít, mert ha mit tudom, hogy most kapok egy vértet, amire pont nincs szükségem, és eladom most 200 millába, az nekem egy nagyon nagy segítség, és hát részint volt, aki fejlesztőt adott, tehát minden, volt, aki apróságot adott, volt, aki nagy dolgot adott, én mindegyiknek nagyon köszönöm. És ugye hát ezek most pont most 75-ösen lássátok, ezek jól jönnek, mikor csináltam a mérget, mikor csináltam a fekát, mikor csináltam ezt, azt mindig volt amiből, ami ezt úgymond hozzanyűjök, mert igaz, hogy a karakteren sosincs young, de mindig tudom, hogy körülbelül úgy mennyi van nekem tartalékban, hogyha én azt most úgy eladom, körülbelül hol fogok állni, tehát tudjátok, van az a fejemben az a lista, igaz, hogy sok mindent elfelejtek már, megmondom őszintén, hogy összesen, na most nem most takarékos, nem mondom benni, drága monitorom, hogy
majdnem három akontnyi cuccom van, fejlesztő cuccok, apróságok, ilyen kulcsok, ilyesmi, tehát ilyen nem nagy dolgok, tehát ne ahhoz képzeljétek el, hogy most van három akontnyi, mit tudom én, mi megy most, fehér gyöngyöm, úgy lehet fehér gyöngyből talán egy, ha van az egész akonton, az összesen, hanem ilyen, mit tudom én, ilyen falevél, jégkő, hasonlók, tehát mit tudom én, mit mondjak még, ami szokott lenni, ilyen fehér tigrisből, tehát ilyen smik, vagy ilyen mapkettes, ilyen fekete öltön, nem is öltön, hanem fekete ruha, vagy mi a búbánat, tehát hogy ezek így vannak, és ezekből így tudok gazdálkodni, tehát sok kicsi sokra megy alapon, ezekkel lehet jól gazdálkodni, és hát így ugye hozzá tudok nyúlni. Na már most. Ugye mondtam, támadtak ezzel engem már, de ő nagyon élesen támadott, és azt mondta, hogy igen, mert én nem is akarok foglalkozni, mert hogy nekem sokkal több feliratkozó lenne, mert hogy minden. Tehát egy elég élesen és negatívan támadott, és hogy igen, mert hogy ez így pazallás, meg minden, és így én elgondolkoztam, hogy vajon miért csinálja? Szerintem azért csinálja, hogy egy, vagy trollkodik, kettő, vagy nem érti, hogy mi a helyzet a csatornával, illetve hogy mi a helyzet velem unblock. Tehát nem ismer engem, nem tudja a szokásaimat, nem ért engem, és akkor úgy betámad, ugye hát ő azt lássa, hogy hát nekem milyen jó dolgom lehetne, hogyha egy kicsit több energiát fektetnék belé, meg ha egy kicsit több időt, meg stb. Hát ugye ezzel van egy kicsi gond. Bevallom. Tehát most akkor ezt tegyük egyszer és mindenkorra tisztába. Lehet, hogy sokan unni fogják ezt, vagy hallottuk, vagy elismételtem párszor. Meg lehet, rengeteg videóm van, tehát ezt nem állíthatom, hogy olyat nem mondok videónként, amit már egyszer nem mondtam, hanem, sőt, biztos sokszor ismételem magam, de amikor már túljutsz az 600. videódon lassacskán, már rohadtul nem fogsz emlékezni, hogy mit mondtál ezelőtt 200 videóval, mert hát ugye főleg, hogy órás videókat csinálok, de most úgy megpróbálok mindent egybefogni és elmagyarázni, hogy végül is mi van ebben a csatornával. Tehát ugye, most a negyedik évet írjuk a csatornának, és 4 évet csinálom ezt a videózgatást, ugye. Erről azt kell tudni, hogy 2015-ben, amikor elindult ez az egész videós dolog, nem is gondoltam, hogy én játékkal fogok foglalkozni. Tehát ezt úgy értsétek, hogy én eredetileg vlogba gondolkoztam. Sőt, az első 2 videóm is vlog volt. Na ugye, jött ebben az a probléma, hogy nekem nem volt megfelelő kamerám. Tehát konkrétan nem volt felszerelésem hozzá, hogy én egy jó videó vlogot csináljak, mert ugye mi volt akkoriban. Hát, ha jól emlékszem, egy okos telefonom volt, de annak is olyan 2 megapixeles kamerája, max 480p. Tehát ennyit tudott, ugye. 2015-ben én konkrétan akkor kezdtem el dolgozni kézdivásárhelyen. Olyan melót csináltam, amit imádtam, ha bár szarért húgyért. Ez az igazság, szarért húgyért dolgoztam. A jelenlegi fizetésemnek az előlegéért dolgoztam, úgyhogy egy hónapra annyit kaptam. Én úgy, hogy jártam a délutáni sulit. Tehát képzeljétek el, hogy délután sulit, délelőtt meló, tehát... És itthon be kellett segíteni, nem az volt, hogy lófra állunk. Tehát abból a kicsiből is még kevesebb maradt nekem. Így nem tudtam megengedni magamnak azt, nem tudtam megtenni, hogy én most igenis nekiállok, és veszek egy profi kamerát, és elkezdek vlogolni. És így jött nekem az ötlet valahonnan a fejemből. Ugye láttam volt egy... videót egy gyerekről, az a baj, hogy már nem tudom a nevét. Sajnos csinált egy sorozatot egy privát szerverről Ninjával, hogy ő hogy ment fel, meg minden, és az adta nekem az ihletet. Nem ért sokat az a sorozat, emlékszem, mert csak azt hiszem 70-es szintig jutott, hamar abba maradt, viszont megtetszett nagyon az a szerv, mármint az a koncepció, és gondoltam, hogy mi lenne, hogyha az én stílusomat úgymond beleültetném olyanba, hogy elkezdenem a Metin 2 hut, és közben kimondanám azt, amit én akarok, ugye. Most ezt úgy kell elképzelni, most nagyon őszintén beszélek, én akkor olyan helyzetben voltam, hogy igazából senkivel sem tudtam megosztani se a mondandómat, se a gondolataimat, se semmimet. Tehát voltak bennem dolgok, amiket ki szerettem volna mondani, szerettem volna, hogyha bárkinek véleménye lenne róla, hogy én mit gondolok, mert ugye nekem volt a világról egy elképzelésem, egy felfogásom, amit senkivel sem tudtam igazán megosztani. Ugyanis tudni kell, hogy nálam itthon eléggé, hogy mondjam, ómodiak az emberek, tehát azért úgy nem olyan radikálisak, mint én, hogyha szeretnék így fogalmazni. Így mindenre vagy olyan furcsán néznek, vagy olyan, azt mondják, hogy ez nem fér bele. És kíváncsi voltam, hogy én gondolom rosszul,
Tehát, hogy én vagyok a hülye, vagy van valaki, akit egyáltalán érdekel ez a dolog, és akkor ugye adta magát az ötlet, hogy most akkor jó, oké, gameplaybe ilyen, ezt így beleültetem ezt a vlogszerűséget, de kéne egy olyan játék, amit szeretek is csinálni, és el is fut a gépen, mert akkor kérlek szépen egy dual-kóros gépen volt, Ati Radeon HD 5450-nál, tehát ez egy olyan kategória, hogy a jelenlegi telefonom is lealázna szarra, magyarán megmondva, szépen, szaftosan, tehát hogy körülbelül ilyen, hogy mondjam nektek, az első videómat Frepszel vettem fel, és azt megvágni szerintem egy olyan másfél nap, tehát emlékszem aznap dél este odaraktam, és másnap este jutottam oda, hogy feltöltsem YouTube-ra. Azt a két részt, amíg összevágta. Már ugye nekem lett egy 600 gigás fájlom. Végeredményben. Nem számított, megtetszett a dolog. Hát ugye 2015-ben indultak el a nagyobb csatornák is 1-2, tehát akkor még ők is úgy szerencsétlenkedtek. Igaz, én is néztem, hogy mi lehetne erre a jobb megoldás, ugye voltak az AVR Media kártyák, mindent nem engedhettem meg magamnak. Tehát így, na értitek. És akkor ugye elkezdtem ezt az egészet, és akkor jött az belém, hogy én akkor még metineztem. Tehát a metin nekem mindig úgy szerepelt, hogy amikor elkezdtem metinezni, ugye én először angol metinen játszottam, tehát az egész metinre úgy találtam rá, hogy egy hirdetés alapján, hogy nem tudom, már egy oldalon böngésztem, és megláttam oldalból egy ilyen angol szöveget, hogy gyere, játsz metin 2, angol, mit tudom én mi, rákattintottam, néztem, mondom, elég faszának tűnik, ingyenes letöltöttem, elkezdtem játszani, és zavart az, hogy ugye senki nem magyar, el is jutottam egy ilyen 20-30 szintig, talán még annyit se. És akkor rákerestem a neten arra, hogy hát akkor most van ebből egyáltalán magyar vagy nincs. És úgy megtaláltam a magyar metint, és akkor lett az első karakterem, és ott ismertem az első, tehát a legjobb barátomat, aki most ugye Angliában él. Nem az a lényeg, ugye a kör, hogy angol szerverről magyarra, aztán ő elment Angliában, na mindegy. Tehát ott ismertem meg, és hát ugye fűztek engem szállak a metinhez. És így nem hagytam abba sose, hanem játszottam, gyűjtögettem, ez az, de sose játszottam olyan szinten, hogy érdekeljen is annál jobban, tehát egy karaktert felvittem 30-40-ig, 50-ig, tehát a legnagyobb karakterem 54-es volt, ott hagytam, hogy jó hájt van, volt egy event, felmentem, régi ismerősökkel dumaltam, ennyi, tehát nekem erről szólt a metin, semmi, hogy mondjam, semmi profi tapasztalat, vagy esetleg felmentem egy-két privát szerverre, az is olyan volt leginkább, hogy egy-kettőre beaptoltam magam, kettőt-hármat pvp-ztem, a szerver bezárt, le volt szarva. Tehát ennyi volt addig az én Metin 2-s élményem. Na hát azt megelőzte az, hogy volt egy karakterem, ugye az IT Lord, onnan is jött a csatornának amúgy a neve. Meg is mondom, hogy miért nem ő lett a fő karakter, miért lett Crane. Na hát ennek is története van. Ugye megcsináltam az IT Lordot, az úgy történt, hogy lett egy kicsit, tehát ugye kezdett fogyatkozni a munka, kezdett egyre szarabb lenni, kezdtem végezni arra délutáni sulival, és ugye elkezdtem játszani a Metin 2-n, mert hát ugye, hogy magyarázzam, hát ugye az én kapcsolatomban is jött egy ilyen hullámvölgy, kevesebb időt tudtunk együtt lenni, ha hát valamilyen rá kellett ütni az időt, hát akkor legyen a Metin 2. Ugye ültem itthon és unatkoztam, és a gépem nagyon nem igazán akart elvinni semmi olyasmit, ami komolyabb. Tehát a Metin 2 mellett néha Skyrim-eztem, de azt is ilyen 24 FPS-sel 640x480-ban, tehát ilyen nem nagyon élvezetes módon. Hát nem hiszem, hogy a Metin nem találok, na mindegy, még egyszer körbejár, most menjünk 65-ös Metinre, vagy pedig lebányászni. És hát ugye így maradt a Metin 2. És akkor nekikezdtem ennek a, úgymond, IT Lordnak, és elkezdtem gyűjtögetni, pont jól kaptam, mert jöttek az eventek, tudtam lóvét csinálni, tudtam ripet venni, tudtam vértet húzni, egy csomó mindent meg tudtam szerezni magamnak, és akkor rájöttem, hogy hát nekem hogy igazából a menta ilyen hosszú távra nem is az én kedvencem, úgyhogy átváltottam ugye a testire, és akkor ugye teljesen más lett a Crane. A Crane az onnan jön, hogy nekem nagyon nagy kedvencem a Dying Light nevű játék, és abban a fő karakter neve Crane, és akkor onnan lett Crane a karakter amúgy. Nem tudom, hogy miért jött ez így nekem, de hát így lett. És hát akkor ugye adott volt a Crane, és akkor tudtam, hogy neki fogok kezdeni, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt a kettőt ötvözni. Tehát, hogy mit tudom, most megvan az adott játék, ezt hálják közzel egy nagyon minimálisan, de fel tudom venni, alá tudok mondani, úgy csinálom, hogy vágni ne legyen kelljen, mert hát ugye olyan szargépen meg se lehet oldani,
bár pedig akkor még időm lett volna rá, de hát ugye akkor nem volt ugye gépem, amivel azt konkrétan megcsináljam jól, és úgy voltam, ott jól van, ha valakit érdekel, érdekel, ha nem, nem, le van szarva, típusú dolog, én csak kimondom, amit akarok, azt legalább élveztem, hogy van egy portál, ahol fel tudom rakni az én gondolataimat, és ugye megszületett ez a Metin 2 20 sorozat. Az első felét azt élveztem, az első 30 szint az mindig a legélvezetesebb szerintem a játékban. Én mindig a kis szinten mondom azt, hogy akkor a legélvezetesebb, akkor mész, gyűjtögetsz, minden FMS-t legyen, csili-bili-vért, stb. Tehát így tudjátok, ez a, még könnyen megy a fejlődés, mert nem ülsz ott napokat. Ugye a szintek ilyen óra kérdése, nem napok kérdése. És akkor ugye az, hogy élvezetes volt, és akkor úgy belekezdtem. És akkor láttam, hogy tetszik az embereknek, amit csinálok, valamint, hogy így. Először meglepődtem, amikor jöttek az első, hogy nagyon jó meg minden, és hogy így élvezem a videóidat, meg hogy jól el lehet vele formolni, meg minden, és akkor így jött, ez az egész így alakult ki, tehát ez nem konkrét olyan szinten eltervezett dolog volt, hogy na én most ha kell, hanem Metin 2-ről fogok tartalmat gyártani, hanem ez úgy működött, hogy volt egy elképzelésem, és volt a Metin 2, és a kettő egy valahol találkozott, meg egy másik felé alakult, mert ott nem voltam, közben mutogatok, hogy már ez nincs is facecam, na mindegy. És a kettő valahol találkozott, ugye? És ebből jött ki az, amit most nevezünk ugye a Metin 2 20 sorozat, illetve a privát szervezet sorozatok. Na mindegyiknek végül is az volt a lényege. Na már most, amikor azt utána elkezdtem folytatni, hát rájöttem, hogy a Metin 2 sokkal több időt igényel, mint amennyit én valójában bele tudnék forgatni, az, amelyet meg tudnék magamnak engedni. Na ugye közben állam is jött, munkát váltottam, jött a szakítás, akkor jöttek egyéb kapcsolatok, jöttek megint szakítások, és ugye ez az ember befolyásolja. Odája, hogy kapok elmetint, és ezt is te ütött, na se baj. Kapunk másikat, jó droppot kívánok. Na mindegy, tehát jött ez az, ugye ezek a változások, és akkor átgondoltam magamban, hogy oké is, most akkor mi legyen. Tehát a játék egyre többet kér tőlem, viszont egyre kevesebbet tudok nyújtani, és lassacskán tényleg csak ott vagyunk, hogy a játékos csak egy díszlet nekem, hogy kimondjam, hogy aznap épp mit gondolok. Ami ugye nem egy jó dolog, mert vannak, akik játékért vannak itt. És akkor jutott eszembe, hogy mi lenne akkor, hogyha úgy próbálnánk játszani, és itt a lényeg, hogy annyiból, amennyit én bele tudok fektetni, vagy amennyit egy casual játékos bele tud fektetni. Ami azt jelenti, hogy napi egy, esetleg két napi két óra, nagyon ritkán három óra, tehát mit tudom, két-három naponta három órát tudsz játszani, vagy csak napi egyet, abból mennyit tudsz előre jutni a Metin 2 hun. Tehát, hogy hol a plafon, hol mondod azt, hogy ez már tényleg lehetetlen. Tehát arra voltam kíváncsi, és ugye erre tettük fel a dolgokat. És ez így működik is, tehát hogy mondjam. Tehát én azt mutatom itt meg a Metin 2-vel végül is, amikor játszok, hogy avval a minimális idővel mennyire lehet haladni. Tehát ez a realitás talaja. Tehát én nem játszok többet, mint amennyit mondok, vagy tudtok. Tehát így megnézitek a karakteret, megmutatom, 16 nap van a karakteremben, tehát ha folyamatos 16 napot játszanál, ugyan itt lennél. Jó, persze, nyilván ott vannak a boltos karakterek, minden, ami összeadódik, de a lényeg ez. Na ugye, itt viszont jött egy kicsi változás, egy másik probléma, amit sokan elfelejtenek. Ugye nem mindenki velem egy idős, aki nézi a videókat, illetve nem mindenki azt csinálja, mint én, aki nézi a videókat. Tehát ezt is tegyük tisztába. Hogy magyarázzam nektek? Nagyon nem mindegy, hogy mit csinálsz egy nap. Ez most kicsit furán hangzik, de kifejtem. Ha te vagy, mit tudom, ilyen 21 éves, 20 éves, és egész nap kint robotolsz az udvaron, és le vagy fagyva meg minden is, el vagy fáradva, lehet, hogy neked az felüdülés, hogy beülj a gép elé, és egyet játsz, hogy egy-két óracskát, és elősd az időt, és felfrissít melegbe, vagy jó vagy, nyugi van, ülsz egy helyben, semmi gondod. Ugye, vagy ülsz a suliba, lefárasztanak a találkozók, a diákok, a mit tudom én már ki, már tököt tele van minden, és akkor belülsz a játékba, és akkor egyet lazulsz, és minden ok is. Ezzel nekem semmi probléma nincs. Ez nagyon lesz, meg is tudom érteni. Viszont nekem az a helyzet, hogy egy napi, ugye 8-10 órát, meló szinten, ami azt jelenti, hogy azt kell csinálnom, amit, hogy mondjam, ugyanazt csinálom 8-10 órán keresztül a melóba, tehát 8-10 órákat ülök gép előtt, amikor meg a melóba végzek és hazajövök, higgyetek el, nem az az első, amit szeretnék, hogy beüljek a gép elé. Sokszor úgy kell, hogy gép elő, hogy folyik a szememből a könyv, fáj a fejem, stb. Főleg, hogy világos is a szemem színe, így ezért ez a fény, ez így öli a szememet, tehát konkrétan ilyen mellékhatása van, tehát szememmel hál' Istennek nincs baj, nem rég volt felmérve, és azt mondták, hogy kiváló a látásom, nincs probléma, ezt tudom is magamról.
Viszont nem egy kellemes érzés leülni és még játszani is. Főleg ugye, hogy a tervezés az egy elég monoton munka tud lenni sokszor, mikor nagyon hasonló dolgokat kell csinálni, és örökkétig kell koncentrálni és figyelni és minden, és akkor az úgy tudjad, hogy leszívja az agyatokat. És a legkevésbé szeretnétek azt, hogy beüljetek a számítógép elé, és még 2-3 órát eltöltsetek egy játékkal. Na ezért voltak nálam a nagy kiesések már. Bármennyire is szerettem volna, volt egy fizikai limit bennem, hogy ezt én már nem fogom. Tehát beültem a játék elé, játszottam 10-15-20 percet, és úgy voltam vele, hogy elég volt, ne alsak se monitort, se billentyűzetet, se másik monitort, se gépet, se zaj, se semmit. Fogtam a kulcsomat, beültem az autóba, és elmentem egy másik városba, és egyet sétáltam. Ez nem titok, én ezt csináltam. Sajnos ennek van egy ilyen hátránya. Ez sajnos nagyon megmutatkozott a csatornán is, ugyanis nem volt sokáig videó, őszintén szóval nem volt kedvem csinálni. Azért, mert non-stop ezt csináltam. Most ugye próbálok olyan dolgokat behozni az életembe, ami ezt szűkíti, tehát mit tudom én nekem speciál nagyban segített a délutáni kocsikázás, most ugye a drónozás meg pláne segít, az nagyon ki tud kapcsolni. Tudom, mostanában sokat emlegettem, de nálam egy nagyon életváltoztató dolog volt ez, hogy most már úgymond a póklászásaim célt kaptak ezzel, ugye, mert bérakom a hátitáskám az autóba, elmegyek egy szép helyre, látok egy nagyon fasz a helyet, ezt felreptetem, megnézem körbe, tanulok trükköket, mindent, tehát nagyon-nagyon jól át vagyok én ott vele, hogy minden, ellenem ez a lényeg, tehát próbálok így alakítani a dolgokon, és sajnos ezért nem jutott a csatorna előrébb. Őszintén szólva, a saját hibámból végül is, ugyanis ugye, hogy megkaptam a jobb munkahelyet, mint minden ember, én is szeretnék, hogy mondjam, az életkörülményeimmel változtatni. Szeretnék egyre több mindent csinálni, és egyre több terv van a fejemben, amit szeretnék megvalósítani. Nyilván sokszor nekem a hibám, hogy túlvállalom magam, lehet azért, mert iker vagyok, ha bár én annyira nem hiszek, de sokszor túlvállalom magam, és nem sikerül teljesíteni, de azért szeretnék egyre több mindent a saját életemben rendbe rakni, ugye, mert hát én is már lassacskán haladok a korra, ugye elégre 25 vagyok, és 21 voltam, amikor neki kezdtünk, tehát azért ugye érzékelitek, tehát most már lassacskán 25-öt töltök, és tehát, hogy így próbálom fejleszteni magam. Őszintén szóval manapság pont emiatt, mivel hogy úgy rájöttem, hogy ez a napi 24 órás számítógép előtt dolog, valahogy már annyira nem megy nekem. Ez az igazság. Hogy mondjam nektek? Már kifáradtam ebből, nincs az a türelmem. Észrevettem most is az SD2-s fejlődésen is, hogy nem úgy van, mint régen, hogy csak azért, hogy menjek, mit tudom én, egy szintet, ott voltam egész éjszaka, és a végén úgy keltem ki, hogy ugrándoztam, és még elmentem egy farmolni, hanem most úgy keltem, hogy végre megvan, kapcsoljuk ki, mert mindjárt megbolondulok, és kihányok mindent az ablakon. Tehát körülbelül ez a szituáció változott, és ezen szeretnék egy kicsit változtatni. Sajnos az a baj, hogy még nem tudom, hogy hogyan. Tehát én szívesen lennék, hogy mondjam, csinálnék több videót, profi videót, jobban megvágva, ha úgy engedné, úgymond a szervezetem, megengedné magam is. Ugyanis nálamról tudni kell, hogy én sok túlórát vállalok be, ilyen 30, 40, 60, 80 órákat is néha. Lehet, hogy nem tűnik soknak, de ülj egy helybe, csak 8 órát könyörgöm, úgyhogy semmi más nem csinál, csak kubbasztasz és figyelsz az egére a monitoron és gondolkozol. Ennyit kérek tőled. Hidd el nekem, hogy a hónap után az agyad trapa lesz, és nagyon az idegrendszeredre fog hatni, meg a szervezetedre is nyilván. Már most megérzem, hogy fáj a hátam, fáj a lábam, stb. Tehát is már ilyen fiatalon sajnos. És gondolkoztam, hogy valamit kéne változtatni. Sőt, az utóbbi időben nagyon ezen vagyok, hogy változtatni kéne. Hogy mit csináljak. Gondolkoztam munkahelyváltáson. Sajnos itt egyelőre olyan szar helyzetben vagyok, hogy ezt nem tehetem meg. Nem másért, a pénz miatt, gyerekek. Tehát, hogy így rá vagyok kényszerűen, és ugye megcsinálok minden túlórát, mert kell a lóvé, szeretnék én is ezt azt magamnak még, és hát ugye azért muszáj tenni, és amikor hétfőtől szombatig dolgozol, és még vasárnap is kell valamit csinálj, az úgy nagyon ki tudja az emberből szívni a lelket, és nagyon el tudja venni a kedvet, ezért nem haladt a csatorna, ez az igazság, tehát leginkább velem voltak itt gondok. Gondoltam arra, és megvállalom őszintén, hogy abba hagyom a videózást. Elég sokat rágódtam ezen. Volt egy adott pont, amikor állítottam lájkot csatorna törlésem, és a végén nem tettem meg, és úgy határoztam, hogy nem is fogom megtenni.
Miért? Egyszerűen, mert szeretem csinálni. Leköt, élvezem, jól el vagyok magammal. Én legalábbis örvendek, hogy nincs egy nagy nézőközönség. Tehát nincs egy nagy nézőközönségem, ez tény, de én mindegyikötöknek nagyon-nagyon örvendek. Nagyon jól esik, amikor jön egy-két pozitív komment. Az elmúlt hónapokban is nagyon cuki leveleket kaptam egy-két emberkétől, hogy nekik nagyon tetszik, amit csinálok, de én vagyok őszintén a legjobban meglepődve, mert ha magam hozzam ér, egy másik tartalomgyártóhoz, aki ugyanannyi évet csinálja, vagy hamarabb, vagy később kezdte meg, és hova jutott, és hogy én hol vagyok, én őszintén szóval elszégyellem magamat, hogy én hol tartok, és ők hol tartanak. Nyilván mindenkinek ez egy kicsit más, másképp kezeli a dolgokat. Én így kezelem a dolgokat, tehát, hogy így nem ott vagyok, ahol szeretnék, viszont szeretnék előrébb jutni, nem szeretném ezt abba hagyni, sőt, szeretném bővíteni, ha tudom. Most őszintén szólva azon is vagyok, tehát ugye most más helyre kerültem a cégnél, ami azt jelenti, hogy remélhetőleg, bár én még nem látom az eredményt, de remélhetőleg nem lesz annyi gond a fejemen, meg annyi minden, hogy ez mennyiben fog változni, nem tudom. Szeretnék lejjebb jönni ugye a plusz munkákkal, amit kell csinálni, hogy tudjak több időt magammal tölteni. Az az igazság, hogy az, lássatok, ez a hülyeség, hogy én örökkétig azt mondom mindenkinek, hogy most kell csinálni, amíg fiatal vagy. Tehát, hogy most kell munkát nézni, most kell izé. Tehát, hogy így, amikor valaki kérdez, hogy ha basszus így úgy, gyerek, minden nem lesz jó, én mindig azt mondom, hogy mikor valamilyen 22-21 és ember kell mondani, hogy házasodni kéne egy gyerek, mondom, ember most csinálja, vagy ma 30 évesen két gyerekkel mit fog csinálni. Ez nem lesz, amivel él. Viszont az az igazság, hogy rájövök, hogy oké, hogy csinálsz, de csak egy bizonyos szintig. Tehát van az a szint, ami után már saját magadat emészted fel. Tehát, hogy, és higgyétek el, az nem fasza, hogy úgy mész el melóba, hogy ránézel a munkahelykapura az autóból, és így fognál a kormányt, betörnéd maximumra, adnál egy fullgaszt, úgyhogy faroljon az 1-2-es pólónak a 64 lóerő segge, és tűzéssel egy másik irányba, tök mindegy merre, addig menni, míg kifagy a benzin, és ott hagynád az autót, és futnál gyalog, csak ne kelljen bemenj. Vagy esetleg, mit tudom én, ott vagy munkába, és úgy jössz haza, hogy ember nem álljon előm kerülni 4 órakor, vagy fél 5-kor, vagy este 8-kor, mert instant kibelezett, tehát hogy hangodat, érted? Hangodat ne halljam, mert tököm tele van mindennel. Ugye jönnek a melóba a csesztegetések, nem jó, csinál meg, gondolkoz, kérd rájárd ezt, ugye mindenkinek jó pofát kell vágni, mert hát ugye ha nem, akkor meg ellenségeket szerzel, ha meg túl jó profizol, akkor kihasználnak, ugye rátesznek egy-két lapáttal, próbálnak minden sürgetni, mert ugye nem titok, én vagyok a gyárban a leggyorsabb munkás, mármint itt számítógépen, ugye felek, mert a legfiatalabb vagyok, és eleve gyorsan jár a kezem. Általában mindig én kapom a sürgősségeket, mikor az ilyen olyan dolgokat, és ezt kikészít egy ide után, ez az igazság. Tudom, hogy panaszkodós videó, de most már ezt ki kell adjam magamból, és nem tudok, egyszerűen nem tudok úgy leülni videózni, hogy kurvára negatív vagyok, tehát érzem azt, hogy embert ne lássak, tehát annyira ki tud készíteni, és akkor nem tudok leülni elő, beülni a metin elé, és akkor még eltűrjem azt a sok szart, ami a játékban van, ugye, mert találkozol hülye gyerekekkel, mert nem kapsz metin, mert tudjátok, ez a, hogy mondjam, ez a napi szintű tortúra, amíg végigmegy, ezt csinálod, egy pár hónap után már olyan szintbe váltad, hogy valaki hozzád, rosszat szól hozzád, és instant leütött, tehát, hogy így meg se próbáld, mert annyira ingerlékeny leszel, és annyira nem tudom ki elmondja, hogy milyen leszel. Persze próbálok mindent jó pofát vágni és mindent letuszkolni, csak sokszor azért úgy nem megy az embernek, tudjátok, van ez, hogy van egy plafon, amúttal már a szervezeted nem fogadja be, akármit csinálsz. Hozhatod a 10 tonnás darut, akkor se tudod lenyomni a torkodon. És én nem akarok olyan videókat gyártani, ahol rage-elek, mint az állat. Tehát, hogy így tudjátok, hogy szentségkelek, hogy ez még nincs, az még nincs. Tehát, hogy sokszor volt, hogy az is zavart, hogyha 5 másodperccel nem kaptam belőle, mert én így instant alt F4, és rohadjon meg ott a játék, ahol van. Tehát voltak ilyen estény, hogy nekiálltam videózni, és elkezdtem mondani, járkáltam körbe körülbelül egy ilyen 30-40 percet, mint most, nem találtam metint, és éreztem, hogy most töröm össze a gépet ott, ahol van, hogy a kurva is tudok csesszenek, hogy soha nem lehet semmit találni, nem lehet haladni, tehát értitek, tehát hogy ez is kijött belőlem, mert ugye munkában ezt nem teheted meg. Egyrészt már félted a munkahelyet, félsz, hogy mit fognak gondolni róla, stb. Nyilván, hát kinek mi? Én legyen éppen a fej. Ó, fejra van is jó, mászt is szokták vinni. Ide vele, barátom. A másikból csak 54. Hát akkor tudjuk, hogy ez bányászós videó lett, úgyhogy ez van, nem probléma.
Tehát, hogy ez így ki szokott jönni belőled, és akkor ugye néha kell válaszolni, hogy mit csinál? Csinálsz egy szar videót, ugye, amiben káromkodsz meg minden, vagy csinálsz egy olyan, vagy nem csinálsz videót, hanyagolod. Mert ugye a játékban úgyse csináltál semmi érdemlegeset, már nem tudsz. És leginkább azt szeretnéd, hogy lenyugodj és kész, ugye. Nyilván, hogy ugye mindenkinek megvannak a saját problémái, a saját gondjai, minden. De hát ugye ezt, hogy mondjam, ezt kell értsd ahhoz, hogy mi van. Tehát, hogy aki, ezt most azért mondtam minden, hogy az, aki engem avval támad, hogy miért nem jutottál többre, vagy miért nem jutottál ide vagy oda, hogy mondjam, sajnálom, azt kell mondjam, hogy ez nem is volt terve. Hogy mondjam, ez nem volt megtervezve, nem volt szándékban, csak úgy jött és megragadtam. Imádom csinálni, nem bántam meg, de az eredeti hozzáállás sem az volt, hogy itt hű de nagy Metin 2 tartalmat fogunk gyártani. Őszintén megmondom, amikor a játékhoz nekikezdtem, több volt a privát szerveres ismeretem, mint a GFS ismeretem. Tehát értsd úgy, hogy én mikor Metin 2 hút elindítottam az egyest, vagyis az első részt, én SD2-ben privát szerveren kívül nem voltam soha. Tehát GF-en nem voltam SD2-ben. Ezt értsd úgy, úgyhogy értitek a lényeget. Mert ugye sokszor kaptam olyan támadást, hogy igen, mert még nem tudod ezt, nem tudod azt, nem tudod így, és most is kapok oktatod a jeleget, például Bajusz is most segített ki, hogy hogy működik ez az áldás, meg hogy működik ez a, mit tudom én, az XP levonás, meg hasonlók, meg ugye hogy működik a kitérés, mert nem tudtam. És miért nem tudtam? Mert nem játszottam odáig a játékkal. Ugye privát szerverekkel meg minden mindig másképp működik egy kicsivel, ugye már módosítsák, személyre szabják, bla bla bla. Tehát értitek, hogy miről van most szó. Tehát ezért volt nekem furcsa mindig a Metin 2 hunk. Viszont ezért is szerettem egyrészt. Tehát nem volt célom az instant level 99 féle volt. Na, higgyétek el, ha annyira akarnám, de most őszintén megmondom, ha annyira akarnám, én már holnapra megvehetnék 50 milliárd gyangot, vagy 500 milliárd gyangot zsebből. Megvehetnék egy 10 hónapra előre autofarmot, Pécshezhetném SD2-be vagy lélekbarlangba, azt fejlődjél fiam, és 3-4-5 hónap múlva kiraknám, level 85 vagy level 90, full chili-vili minden max raptolva. Őszintén szólva, megtehetném. Csak sajnos van egy olyan, hát nem sajnos, hál' Istennek, hogy nekem vannak morális értékeim. Tehát ha én úgy kezdtem meg a Metin 2 út, és eldöntöttem, hogy ennyit fogok csinálni, annyi időből, amennyit tudok rá szentelni, akkor nem fogok csalni. Na sajnos én ezt csalásnak minősítem, tehát ha én fizikai pénzt adok azért, hogy vegyek 8-10 milliárd gyangot, mert PayPal-on én utalok neki a másiknak 300 eurót, tessék vigyet, az nekem csalás. Azt nem én csináltam, nem én kattogtatom. Jabba, hogy én dolgoztam meg érte, nem én csináltam. Oké, én megszabtam magamnak egy szabályt, hogy maximum egy tolvajkesztyűt vehetek, vagy egy XP gyűrűt, vagy egy harmadik kezet, netán ha szükséges optolót. Egyiket se csináltam még, de én magamnak azt mondtam, ha sérek ültök, ez a maximum plafon. Többet nem vagyok hajlandó venni, nem azért, mert nem tehetném meg, mert engem nem fogna meg az a havi 10.000 forint, vagy 15.000 forint. Őszintén szóval másra elhányok többet. Mondjuk úgy, hogy a drónom elvitte ennek a 35-szörösét, szóval megtehetném, de nem teszem meg, mert nem ez az elvem, tehát nem ez a célom, mert így bárki tud játszani. Szóval, na bocsánat, megütöttem a mikrofon, szóval ezt is érteni kell. Tehát, hogyha engem azért szítsz, mert kevesre jutottam a játékba, az azért van, mert abból az időből, abból a lehetőségből én ennyire tudtam ütni. És sajnos ott vagyok, mert ugye azt is érteni kell, hogy az első videó óta az utolsó videóig nagyon sok minden változott, ugye, mert az első videónál más munkahelyen volt, más volt az elképzelés, más volt minden, és sokkal fiatalabb voltam, úgymond ambiciózusabb, meg minden. A mostani videóknál meg ugye már az van, hogy egy kicsit kezdek úgymond én is kikészülni. Ezt be kell valljam, kezdek besokalni, ez az igazság. Én mondom őszintén, ezt is elmesélem, itt vagyok a cégemnél, lassacskán 4 éve. Mindig az van, hogy abban reménykedek, hogy majd változni fog és jobb lesz. Sajnos nem. A munkát magát imádom, de az a fejetlenség, ami ott van, engem kikészít. Én rohadtul gyűlölöm azt ott,
ne vesse meg senki, amikor valami brutálisan kiszámíthatatlan, hogy az egyik napomban jóformán döglök meg az unalomtól, mert van ilyen, a másik nap meg érzem, hogy azt hiszik, hogy polip vagyok, hogy nekem 8 kezem van, és mindent kell egyszerre, és ha nem, akkor el van dőlve a világ, már nem, akkor újra mutogatnak és cseszegetnek, tehát van ez így. Én nem szeretek úgy eljönni sehonnan se. Én eleve én békeszerető ember vagyok, ha egyszer nem muszáj, nem keresem a konfliktust, de én szerintem az rohadtul nem jó, hanem valaki már oda olyan szintre jut, hogy emberhez nem akar szólni, és ha az utcán meglátok olyakit, és olyan van, hogy munkába vagyok, az csak úgy elviharszok, szóban nem akar járni velem. Szia, mentem, léptem, dolgom van. Tehát, hogy én eleve nem ilyen ember vagyok. Tehát, hogy így sokszor meglepődök magamban, hogy ez nem én vagyok. Tehát, hogy így én eleve szeretek kommunikálni, szeretek ismerkedni emberekkel, érdekesnek találok, én minden embert érdekesnek találok, én meghallgatom mindenkinek az élettörténetét, sőt, még én is elmondom, hogy nyitott könyv vagyok, tehát én nekem nincs mit, hogy mondjam, titkolásznom, és hogy így, ugye, még fiatalon benne volt az a láng, és hogy így megváltoztatott ez az egész, ugye, mert, hogy mondjam, ha így akarok fogalmazni, ugye voltam én ugye ilyen fiatal 16-17-18 blablá éves, akkor nagyon fenn voltam ilyen topon, mindent ki akartam próbálni, mindent akartam tudni, minden érdekelt. Tehát okos kisgyerek, szeleburdi, lazán veszi, de okos és érdekes is. Tehát értitek, az a... Láttad rajta, hogy pezseg az élet, aztán így tudjátok, így jött a lejtő, jött ugye a szakítás, akkor jött a haverokkal való, hát ugye már ugye arra ráment a haveri kapcsolatok, akkor a haverokkal való eltávolodás, akkor csomóan kimentek külföldre, aztán kiment a haver, legjobb haver is külföldre, és akkor így egyre több a meló, egyre inkább belefolytál, és akkor így jön tudjátok az a lejtő, ami úgy lecsúszol, és egyre inkább magadba fordulsz, kevesebb a társaság, kevesebb a kapcsolatok, és akkor így egy adott ponton azt vetted észre, hogy az van, hogy munka, haza, meló, haza. És higgyétek el, én azt mondom nektek, hogy nem minden a pénzről szól. Tehát, hogy így van az a pont, ami nem éri meg. És én most kezdek azon a ponton lenni, hogy nem éri meg. Tehát, hogy így oké, hogy van pénzem csili-vili dolgokra, oké, hogy megtehettek ezt-azt, de mi értelme van, hogyha nincs rá időm? Tehát, hogy így, vagy nincsen rá már energiám, mert ha időm van, energiám nincs. Tehát milyen dolog az, hogy hazajövök, ledülök, alszok 2 órát, és úgy tudom folytatni a napomat. Holott mit csináltam? Egész nap ültem. Sokszor el se jön, hogy higgyem. Ha valaki azt mondta volna nekem, ezelőtt 6-7 évvel, hogy az irodai munka ennyire fárasztó, én azt mondtam volna, mennyire rakjál, mit tudom én, 2 óra a téglát, aztán majd beszélgetünk. Hát őszintén szóval szívesebben rakok téglát egész nap, mint hogy ezt csináljam, annyira fárasztó. És a legrosszabb az, hogy például éjszaka nem tudsz aludni. Hiába vagy agyilag nulla, hiába vagy agyilag zokni, hiába fáj a fejed, ég a szemed, szúr a füled, sajog a hátad, nem bírsz aludni. Egyszerűen azért, mert a fizikailag ott vagy, hogy mozognod kell. Tehát érzem, sokszor van, hogy hazajövök, leülök, érzem, hogy a panelt, ahol lakok, 5-ször körbe tudnál fogni, annyi energián van, de agyilag ott vagyok, hogy ledőlök, lehunyom a szemem, és kész. Tehát onnan meg van szűnve a világ. És akkor vannak ezek, hogy akkor óránként felébredsz, mert ugye a szervezet nem fáradt, tehát nem vagy te kitörgölve, csak azt érzed, mert hát ugye agyilag nulla vagy, és akkor olyankor olyan az, hogy ülsz, és akkor bazd meg, körülbelül, aludjál, összintén 4-5 órákat alszok, mert nem bírom pihenni magamat, mert nem vagyok fáradt ilyen téren. De nyilván mondtad, hogy menj el sportolni, hát persze, menj el olyan kedvel sportolni, hogy embert nem akarsz látni, és élni nincs kedved, annyira ki vagy készülve. Lehet is, jó, persze, amikor haver itt volt, könnyű volt, mert feldobta a kedvemet, mert ugye ismert, és lazan elmentünk termezni. Egyet röhögcseltünk, jól el voltunk, de így egyedül. Például ránézek a súlyokra, 2-t, amelyek, abbazd meg, hogy ezt is csinálja mai nap, ezt a fáradok, adjuk a faszomba, melyek haza. Körülbelül ez a szisztéma van nálam. Tehát itt működnek a dolgok, közben azt hiszem lehet lejárt a zene. Nem működik, jó van. És akkor így, tehát értitek, így telnek a napok, és akkor így nem haladsz a játékkal, így nem haladsz az élettel, így nem csinálsz ezt, és nem csinálsz azt. Persze, ezt időben észre kell venni, ez is egy probléma, és hát ugye azért is akarom ezt veletek meghozni, mert már lehet, hogy van egy-kettő, aki ilyen, aki úgy érzi, hogy úgy az élet úgy kezdi úgy kalitkába zárni, és úgy összenyomni. Kicsit lehet, hogy nagyon eltértem a témától, most úgy őszinte nem probléma. Rég volt ilyen videó, most legyen.
Te meg ott kapálj el a mennyei környét, basszus már, hanem nem leszünk belünk semmi hely. Van még pár plusz kettes kölem, azt hiszem, úgyhogy ezt fel kéne használni. De mindegy. Úgyhogy kezdj összenyomni, és az a helyzet, hogy ezek mind olyan dolgok, hogy azt hiszed, hogy minden rendben van. Tehát csak azt hiszed, hogy minden rendben van körülötted, aztán eljutsz egy olyan pontig, ahol borul minden, ugye. És akkor olyankor kapsz részt, hogy basszus, ezt nagyon elcsesztem, és nem tudom, hogy hol. És akkor ugye elkezdesz gondolkozni, és akkor elejönnek az apró hibák. Majd én mindig azt mondtam melóba, hogy hű de fasza, hű de jó, azt csinálom, amit szeretek, meg stb. Meg kezdem elérni a céljaimat. Csak azt nem vettem észre, hogy annyira átestem a ló egyik oldalára a másikra, hogy kezdtem saját magam felemészteni. És most ezen szeretnék valamit változtatni. Nem mondom, a költözés is szóba került a családba, hogy fogom magam, és egy teljesen másik helyre költözök. Tehát, hogy ez is felmerült a családban, és nem tudok őszintén még dönteni. Sokan megtették azt, hogy kiléptek külföldre. Tehát, sőt, ezt is kaptam pár embertől. Igaz, hogy ez nem metin kettős téma. Ez csak olyan emberektől beszélgetéséből tudom mondani, akik jártak YouTube-on, beszélgettünk, stb. És, hogy mondjam, tehát beszélgettünk, és akkor ugye beszélgettünk, tehát ugye amikor egy-két emberkével, amelyiket ugye közelebb áll a te korosztályodhoz, és belemész olyan dolgokba, mint munka, család, stb. Egy idő után, hogyha komolyabban beszélgetsz, belemész, hogy én minden nézem, mert hogyha Facebookon rámít, főleg, hogyha privát Facebookon van írám, hogy az IT oldódó, de nem mindig nézek rá, el szoktam beszélgetni, nem probléma nekem ez, nem csinálok bele gondot, én elmondom, amit rólam tudni kell, és azt cső. Tehát, hogy így nem fogok én nyitott kérdéseket hagyni, hogyha megkérdezi, nyugodtan válaszolok, és nyilván, hogy ő is fog válaszolni az én kérdésemre, már ha olyan, és sokan mondták, hogy miért nem megyek ki külföldre, vagy miért nem megyek erre, arra, marra. Most már ezt is elmondom, jártam külföldön. Jártam jó pár helyen, jártam Magyarországon, Angliába, Horvátországba, hol is jártam. Lengyeleknél, mintha. Egyel arrébb, Szlovákiába. Tehát itt-ott jártam már. És az az igazság, hogy oké, nekem tök fasza volt kirándulni. Vannak helyek, ahol visszamennék. De nem költöznék oda. Tehát, hogy így... Én mondjatok azt, hogy maradni meg ragaszkodva, de szeretek ragaszkodni a dolgaimhoz. Ez mondjuk nálam meg is látszik, mert olyan dolgok is megvannak nálam tartva, amit soha nem használok. És nem is fogok, de lelkileg ragaszkodok hozzá, az megvan. Ez ilyen például van, ha nem hiszitek el, ha nem hiszitek, van egy 500 MHz-es procin Pentium 3-as működőképes állapotban a polcomon. Ides tova, hány éve van meg? 13 éve. Nem, több. 14 éve. 14 éve megvan. És szerintem egy olyan 10 éve a polcomon van. Körülbelül ennyire vagyok én. Persze soha nem fogom használni semmire, de megvan. Ez csak egy példa volt. És ugyanígy vagyok a helyszínnel is. Tehát én szeretem a rutint, a megszokott dolgokat, amit tudok napi szinten csinálni, amit tudok élvezni, és amit meg tudok szokni. Én nagyon rutinos emberke vagyok. Ha már őszintén szólva, elsőre ez nem látszik rólam, hogyha valaki rám néz, azt mondja, ez egy nagyon szertelen emberke. Olyan téren, hogy úgy tűnik, mintha én így csak így kapkodnék a dolgokért a fejembe, ha bár én nagyon jól tudom, hogy mi hogy van. Csak ugye ezt a kívülállóknak nehéz megérteni, aki a te fejeddel gondolkozik. Habár nálam igenis nagyon rendszer van minden. Nekem mindennek megvan az oka, hogy miért teszem azt oda, azt miért csinálom úgy, azt miért csinálom amúgy. Mert ugye én a rendszert kiépítek a fejembe, tehát ugye a káoszban is van rendszer, ahogy szokták mondani. És az alapján működök én. Ez lehet egyeseknek fura, másoknak nem. De ez ugye megvan ugye a lakóhelyen is, tehát hogy így Oké, de hogy ezt szoktam meg, itt nőttem fel, így szeretek, és nem szívesen akarnék máshova elmenni. De a másik az, hogy én szeretnék itthon boldogulni. Tehát nem szeretnék elmenni XY-on, Kuzmisztánba, olyan helyre, ahol mindenki csak idegenül beszél, családtagok nincsenek melletted, jó eséllyel barátok sincsenek melletted, az még szerencsésebb eset, hogyha van egy-két barát melletted. Csak, és miért mindezt? A pénzért. Tehát ezt nem akarom. Tehát nekem az életem ne arról szóljon, hogy a pénzt hajkurászom, hanem az életem arról szóljon, hogy ez azt hajkurászom, amit én szeretnék csinálni, amit én ki szeretnék próbálni. És megint őszintén megmondom, biztos sokan unjátok, de megmondom őszintén, megint a drónozásra kell visszatérek. Ezt, ahogy mondjam, tudom, nem vagyok profi pilóta, tudom, hogy még sok mindent kell csinálni, és tudom, hogy sok mindenről nem is számoltam be. De amikor
A haver megmutatta, azt mondta, vidd már innen ezt a hülyeséget, hagyjál már, tehát itt beszélt róla, és úgy voltam, hogy olcsém, nem fejezetben, nem tudom mit csinálok, letiltalak, vagy hagyjál már, mindaddig, amíg ki nem próbáltam. És rájöttem, hogy ez egy kurva fasz a dolog. És rájöttem, hogy állj meg, ez nyugtat, ezt össze tudom kötni azzal, hogy néha szoktam kocsikázni. Tudok sétálni vele, ez az. Tehát értitek, tehát, hogy így elindul valami benned, és akkor úgy érzed, hogy oké, most már valamennyire élsz. Tehát nem azt mondom, hogy élsz, mert az még távol áll attól. Annyi, hogy van délután 1-2 óra programod, amivel nem az van, hogy az agypajt kapod, és szívsz, és az idegeidet teszed tönkre, hanem az van, hogy elmész, és 1-2 órát, vagy fél órát, vagy órát arról szól, hogy te élvezed az életet, felcsapod a szemüveget, kinézel egy tájat, körbe repülöd, körbe trükközöd, eselejt megy ott, röhögsz, esetleg szomorkodsz, hogy az meg megint csináltam egy jó 20.000 forintos kárt magamnak, vagy 50.000 forintos kárt magamnak, mert volt ilyenre is példa, volt olyanra is példa, hogy mennyire csináltam, 100.000 forintos kárt csináltam magamnak, de nem zavart, és ez az érzés, hogy nem zavart, hogy el se szartam. Miért? Mert élveztem, meg kikapcsolt, és úgy jöttem el széles mosolyra a pofam, hogy ezt bármikor megismételjük. Hol a restart gomb, értetek? Tehát körülbelül. És ez az, amit én szeretnék hajkulászni. Na hasonló élményem van néha a videózással is, hogy kimondhatom magam. Tehát, hogy visszatérve, hogy ezért is kezdtem el, mert annyi minden volt bennem, főleg az elején, ugye rengeteg téma van, legtöbb nem is Metin 2-vel kapcsolatos, csak annyi van, hogy a Metin 2 megy háttérbe, és néha szólok két szót a játékról. Most ezt csináljuk, most ez a terv. Tehát konkrétan nem volt azon nagyon mit úgymond mondani. És ugye ez nekem nagyon jól esett az elején, segített, hogy ki tudtam mondani, hogy engem ez zavar nekem, ez a véleményem, blablabla. Jó, egy kicsit talán oktató jelleggel hallhattatok egy-két videómat, ezt nem tagadom, ha bár nem volt szívem oktatni senkit, én csak elmondtam a véleményemet, hogy én szerintem ezek hogy vannak, láttam, hogy sokatoknak tetszett, és így maradt meg a Metin 2-s tartalom. Most már én ezt lassacskán szeretném azért egy kicsit bővíteni valahogy, valamilyen úton mondom, csak mondom, nekem vannak ugye ezek az akadályok, és akkor ugye főleg amikor szezon van, és sok munka van, és leterhelnek is minden, akkor nem tudom, én sajnos annyira nem tudok bánni, ezt be is, nem is tagadom, nem tudok bánni az időmmel. Tehát, mit tudom én, ha nagyon le vagyok terhelve, én olyan vagyok, hogy mindent a pihenés oltárán. Tehát, hogy így mindent eltolok, ami egyszer nem létszükséglet, amit egyszer nagyon muszáj, ezt megcsinálok, de általában úgy vagyok, hogy inkább lazulok, mert muszáj. És ugye ezeket az akadályokat sajnos valahogy le kell küzdenem a közeljövőben. Ezt még mindig gondolkozom, hogy hogy tudnám megoldani, hogy nekem is jó legyen, nyilván. Mert ugye azt is megtehetném, hogy szarom bele, nem kilódok, mit tudom én, a minimálbér kétszeresét, megyek minimálért, azt aztán el vagyok 8 órát ledolgoztam, fáj a pecsön, megcsináltam a normát, azt kész. Nem vonz az a világ. Üssek ő, én kimondom kereken, perecen, nem nézem le a kétkezi munkát, nem vagyok ellene, de nem csinálnám. Én mindig is a fejemmel csinálok, olyan az eszemmel szereztem a pénzt, és a szájammal. Tehát azzal, hogy a régi, hogy tudtam leveleket fogalmazni, beszélgetni, rávenni XY embert arra, hogy megcsinálja, illetve azzal, hogy kiöklöttem olyan ötleteket, olyan elgondolásokat, meg stb., amit más nem tudott, vagy amit csak én jobban tudtam, vagy voltak olyan dolgok, amiben ugye ilyen számítógépes téren, amit én jobban tudtam, mint mások, vagy gyorsabban tudtam, mint mások, hanem is jobban, és effele húz a szívem, effele szeretnék én haladni. Kipróbáltam magam a fizikai munkaerőpiacon, és azt mondtam, hogy ez nem nekem való. Nekem nem való az, hogy engem 8 órát berakjanak a sorra, és ugyanazt csinálja monotonon, mint az őrült. Ha kényszerhelyzetben lennék, megcsinálnám, de higgyetek el nekem, hogy 1-2 hónapon belül annyira kikészülnék, hogy szerintem ember nem állni mellém rakni a lábát, mert annak szerintem a halálos ítéletet írhatnák egyből, meg a végrendeletet. Tehát körülbelül ilyen szinten nem megy nekem ez a munka. Meg hát ugye volt egy olyan is, hogy szinte hátsérülést kaptam az egyik melóba, amikor irodából ugye volt egy ilyen bizonyos átmenet, elmentem cukorkagyárba, 50 kiló zsávokat emelgessél, mert ugye jó egy darab, vagy megbírod, és két hét után ott voltam, hogy szinte nem tudtam felállni, azt mondtam, sztorma, ez engem nem is érdekel. Hagyjatok engem ezzel békén, ez nem nekem való, ez embernek nem embernek való munka, pláne amikor megtudtam, hogy körülbelül mennyiért is kéne ezt csinálni, tehát pahó pénzért,
és úgy voltam vele, hogy story, engem hagyjatok ki ebből. Tehát én ehhez nem értek, én ehhez nem vagyok jó, és ezt nem is akarom csinálni. Csinálja az, akinek 6 anya, 7 felesége van, és aki szereti. Minden, mondom, semmi bajom, minden tisztelete vannak, aki ezt tudja csinálni. Sokszor le is nyűgöz, hogy sokan, tehát fizikailag ki vannak nullázva, és úgyis van energiájuk. De én nem csinálom. Talán ez is közre játszik, ugye, ez is elmondom neki, mert édesapám szívbetegségbe halt meg, és fizikai munkát végzett. Ő volt 50 éves, én úgy gondolkozok, hál' Istennek nekem nincsenek gondjaim, tehát én azért egy orvosileg lecsekkoltattam magam, tehát nincsen se szívbetegségem, se semmilyen betegségem, és a trombozis is rököltem a családomtól, de én mindig úgy szólom, hogy ha neki volt 50 év, akkor én vagyok 25, tehát akkor én már felénél tartok annak, amit ő élt, tehát gondoljátok bele. És ezt szeretném mindenképpen, akármennyi is van hátra, szeretném úgy eltölteni, hogy a lehető legjobban, tehát a lehető legprofibban, tehát így, hogy mondjam nektek, nem úgy akarom eltölteni, hogy éltem 50 évet, nem értem el semmit, nem éleztem semmit, nem éltem ki az életemet, csak hajkuraztam a lóvét és éltem egy kurva szar életet, tehát ezt nem akarom. Tehát nem ez az én tervem, nyilván most egy olyan helyzetben vagyok, hogy most egyelőre muszáj, tehát hogy így muszáj ezt is csinálnom. De sajnos az az igazság, hogy ezt is megmondom nektek, kereken perecén úgy vagyok vele, hogy én az elkövetkezendő egy évben vagy változtatok a cégen belül ahhoz a munkakörömön, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, vagy búcsút intek neki, és találok más alternatívát. Ugye ez is milyen hülyeség, mert ugye én sokszor papolom, hát legyetek pozitívan már minden, de az az igazság, hogy amikor én találkozok szembe ezzel, én se tudok vele mit kezdeni, és igazából senki se tud. Ezek a mantrászos szövegek, ezek inkább arra jövök, hogy felbiztosanak, hogy valamit kezd az életeddel, de igazából senki se tud vele mit igazán kezdeni, tehát mindenki csak lutrizik. És mindig attól félsz, ugye, hogy szarabb lesz. Tehát ugye van szar, és akkor mindig attól félsz, hogy szarabb lesz. Sose azt reményed, hogy jobb lesz, hanem mindig azt, hogy szarabb lesz. Ez sajnos belénk neválték, vagy nem tudom, de én soha senkit nem láttam úgy munkát váltani, hogy ó, hát ez most tuti jobb lesz, ó, hát ez most tuti faszább lesz. Nem. Én mindenkitől azt láttam, és magamtól is, hogy nem merem otthagyni, mert biztos szar lesz, vagy nem merek belefogni másba, mert biztos szar lesz. Honnan tudod előre? Nem próbáltad, nem csináltad, hát igen. Hát én most úgy vagyok vele, hogy idén, ha változik, változik, hanem már a decembert más fogja csinálni helyettem, mert én köszönöm szépen, ennyi elég volt. Én úgy gondolom, hogy 4 évet, ha idén maradok, 4 évet ülök ott. Én sokszor jeleztem, hogy ez túl sok, és vannak mások is, ugye 11-en vagyunk csak tervezők, oldják meg másképp, nem voltak hajlandók. Ha ez így működik, én úgy vagyok vele, hogy akkor én a kötelességemet megtettem, rám egy rosszabbuk nem lehet késni, nem kések. Egyszer voltam, tehát most már rassacskán a 3,5 év alatt egyszer voltam beteg, abból is 3 napot, amiből 2 hétvégére esett, és a 4. nap én jöttem saját felelősségre vissza, mert már hívtak a cégtől, hogy gyere, mert itt már nem bírjuk, és mindjárt felreállunk, és a kollégám csókolt nekem kezet, amikor megjöttem, hogy hála jó Istennek itt voltam, mert nem hallottam semmivel, és hogyha nem jöttél volna fel, mondtam, mert ez konkrétan így történt. Hát értitek, ez van, ez a realitás. Az, hogy nem osztottam ezt meg eddig veletek, vagy csak néha-néha kiputjon velem, igazság szerint néha elég belőlem, én mindig próbáltam ezt az érzést, ezt így lenyomni magamba, és nem mutatni, hogy legalább tőlem ne halljátok a szart, értitek, mert mondjuk így is hallottátok eleget, de úgy voltam vele, hogyha valaki leül, megnézni az én videómat, akkor legalább legyen jó kedve. Vagy valami, ami érdekli, lekötöm, nem az, hogy tőlem is szarjon, az is szar, minden szar, köstük fel be a tévékábla, tehát értitek, hogy így próbáltam annyira nem negatív lenni, sokszor átcsapott a panaszkodásba, hát ez miatt, hogy ugye valahol ki kell jönni, tehát úgy van vele, hogy úgy vagyok vele, hogy az embernek van egy inputja és van egy outputja. Ha a sok negatív bemegy valahol, az valahol ki fog jönni. Most nem biztos, hogy ugyanott fog azon az áramkörön végig menni, hogy mit tudom én, munkába bejött, akkor munkába ki is jön, hanem munkába bejött, akkor kijön itthon, kijön a haveroknál, kijön itt. Tehát ugye akkor ebből jön az, hogy kevesebbet ült az haverokkal, kevesebbet akarod látni őket, kevesebbet akarsz ezt csinálni, azt csinálni, itt csinálni, úgy csinálni. Másképp kezdesz állni az emberekhez, és teljesen megváltozott, kitorzul saját magadból. És ugye itt is ez történt, és most ezt szeretném valahogy megoldani. Erősen gondolkozok, hogy mi lenne az, ami minden szinten jó lenne, tehát amikor a lovat középen tudod megülni, hogy jut időt magadra is, a hobbiaidra is, mert jelen per pillanat
se a videózást, se a drónozást nem adnám fel, és tudja, hogy még a kirándulásokat is hobbi szinten akarom űzni. Eddig nagyon faszal volt, hogy éhébe-hóba elmentem, és kirándultam erre arra, de most már többet szeretnék látni a világból, több mindent szeretnék megmutatni, és szeretném, hogyha ezt a videózást is összetudnám vele kötni, és mindent egybe tudnék hozni, és lenne egy nagy hobbim, és akkor azt mondanám, hogy nekem ez a hobbim. Játszok, drónozok, videózok, mindent csinálok, és ez a hobbim. Ezt szeretném. Ugye, és amellett egy olyan melót, amihez tudok érteni, amit szeretek csinálni, és nem zabálja fel az idegeimet, az időmet, a lelkemet, a mindenemet. Tehát, hogy mondjam, ezt nem úgy kell érteni, hogy én utálom a munkahelyemet. Nem utálom a munkahelyemet. Jó, van egy-két ember, megmondom őszintén, aki néha irritál, néha tényleg neki futásba pofán tudnám rúgni őket, hogy akkora baromságokat csinálok, de úgy amblok nincsen bajom velük, tehát ők is emberek, őket is meg kell érteni, család, minden, de az a fejetlenség, ami ott megy, és azt készít ki leginkább, az a bizalmatlanság, hogy valamit megcsinálsz, nem biztos, hogy úgy kell, mindig van valami sürgősség, mindig kell valamit pluszba csinálni, ilyen amikor a hétvégéten utolsó, tehát hogy eltervezed a szombat, péntek délután, szombatot, vasárnapot, és akkor hívnak, pénteken 4 előtt 3 perccel futnak utána, hogy hónap gyere, bemász neki, ezt utálom, tehát ezt gyűlölni tudom, és nem mondhatsz nemet, mert ha nemet mondtál, megjegyeznek, és onnantól beszoptad, tehát magyarán mondva, hoppá, nincs ugye senki kötéken, nincs, na metrinke. Én most elárasztam a védet. Úgy lecsaplak, ahogy illik. Csapjat fiammal, azért van egy kis krittet is beírakunk. Csak 2 darabom van. Meg kell nézzem, mivel csináltam, és kell csináljak meg már. Nagyon kell ez a krit. Ezt nagyon szerettem. 3 percig tudok plusz 10% krittelni, amit nem bánok, mert ugye nem ment bele a krit ki a méregbe. Ja, tényleg ezt is adjuk hozzá, hogy még azt is megettem annak, hogy kőkézikönyvet vegyek, ha nagyon szükséges. Tehát ez nagyon minimális tárgyak. És nem nagy tétele, max. 1-et havonta. Tehát max. 1-szer, nem mondjam minden napra, értitek. Na mindegy. Bocsánat, csak néha be akar dugulni az orrom. Úgyhogy ezt akartam nektek elmondani. Idézőjelbe kijönteni a szívemet, lelkemet. Mert az az igazság, hogy ugye akit én mondtam, én őrre se tudok haragudni, mert megértem. Tehát, hogyha a helyben lennék, hoppá, eléggé lement az életem, az fel a gyorsan a kesztyűt és egy-kettőre jöjjük le. Tehát meg tudom érteni az ő fájdalmát, ugye? Mert elég régóta, tehát noformán az elsők között, ugye? Ha nem is az elsők között, most már azt nem tudom megmondani, mert én akkoriban nem is néztem, hogy valaki csinál ilyet. Ugye, annyit tudtam, hogy van egy-kettő, aki csinál, aki utal nekem, és kiüklött az ötlet a fejembe, de így nem néztem konkrétan, hogy ki csinál betinkettős videókat. Szóval, ha ő szerette a csatornám tartalmát, és ő sérelmezi azt, hogy hát igen, kevés a tartalom, nem sok mindent csinálunk, meg bla bla bla, meg tudom érteni, hogy csalódást okoztam ilyen téren, és neki ez fáj. Csak sajnos ő meg azt nem értette meg, hogy mi volt a koncepció, ugye? Tehát, hogy lehet, hogy nem is tudta, hogy hogy indult ez az egész, mint indult ez az egész, mi van az én fejemben, én lelkemben. Úgyhogy igen, meg tudom érteni, és hát sajnálom, hogyha így lett, de én megpróbálok ezen változtatni. Na nem mondom, hogy most holnap veszek 8 milliárd gyagot, és fura kicseszem a karaktert, mert ugye akkor egyrészt hamar vége lenne a sorozatnak, amit nem szeretnék. Van-e még, mert én nézzünk szét, mert... Ez a tél megön. És ugye nem szeretném azt se, hogy ugye elveszítsem a hitelemből, ugye, hogy értitek, hogy csak annyit, amennyit meg tudsz engedni, tehát ilyen játéktől av van. Tehát megértem őt is, viszont hogy remélem ők is megértenek engem, pozitívan legyen szólva. Tehát mellettünk, hogy nagyon sokan, nagyon szépen reagáltok, tehát itt látom, hogy soknak tetszik, ami én őszintén meg vagyok lepédve, mert én nem tudom, hogy mi tetszik. Bár igaz, nem is sűrűn nézem vissza a videót. Van egy-kettő, amit megnézek, amit úgy gondoltam, hogy jó volt a téma, jól talált, meg jól eltaláltam, de nagyon nem is nézem vissza a videót, mert csak feldom van, ettől azt kész. Ezen is szeretnék amit változtatni. De mindegy. Ugye... Azt akartam mondani, hogy nagyon sokan pozitívan jeleztek vissza, hogy hú, de jó volt, örvendek, mikor lesz következő, és ez nagyon jól esik, és nagyon bátorít, és őszintén szólva, egy szar nap után, amikor azt látom, hogy Facebook üzenetek, egy tök random ismeretlen ember, akivel beszéltem egyszer, talán 2-3 napot is ráírja, hogy hű, fasza volt a videó, hogy mikor lesz a következő. Nagyon elhaszultam, nagyon jó volt metinkettő, nagyon jó volt sulizás után csinálni, tehát értitek, hogy így
érzed, hogy a másik örvendett annak, hogy te csináltál valamit, és így ez jól esik, és én ezt akarom érezni őszintén, hogy valaki boldog, amit hogy én csináltam, hogy nem az, hogy reklám, nem az, hogy pénz, hanem az, hogy csináltam valamit, és jól őszintén, azonban nem is keresek, mondja, az 1000 feliratkozó sincs, mert a 250 szettek megtekintés, és azt nincs még, csak 230, tök mindig lényegtelen, csalról szólna az egész, mert nem azért csinálni, én hobbi szinten akarom, tehát én hobbi videós vagyok. Na, de hát, hogy így, ezt akartam, ugye most, nem tesz jót az se, hogy tél van nálam, ugye a tél az eléggé depresszív, mert ugye én nyári emberke vagyok, én nyáron mozgok, melyek erre, arra csinálok valamit, kimegyek, sétálok, úgy tudom én, kirándulok valami, kihívok valakit, dumálok, de télen, az a hó, bánkél ül, semmit nem tudsz csinálni, beteg vagy, folyik az orrod, köhögsz, összidőszom van, hogyha elkötöznek, olyan helyre kötöznek, ahol a télt még hírből sem ismerik, csak az a baj, hogy hány nincs, ahol tudnak magyarul is. Vagyis hát nagyon kevesen, tehát ugye értitek, ez is megint probléma. Viszont a másik az, hogy imádom a hegyeket, hogy én itt fogok szerintem maradni. Na hát ugye én őszintén mondom, akárhova mentem a világba, egyetlen egy dolog nagyon-nagyon hiányzott, a hegyek. Amikor reggel kinézel és látod a gyönyörű hegycsúcsokat, amik itt vannak Erdélyben, ez egy nekem patent. Sokszor volt úgy amúgy a régi munkahelyemen, hogy haza kellett buszoznak, haza kellett gyalogolni, mert a főnök ott felállított, mert nem akkor jött, én meg nem akartam este 9-ig ott tenni, bla bla bla, hogy álltam a ugye kézdi vásárhelyen a stoppolóba, és úgy rohadt mérges voltam, ugye, mert ugye akkor még nem volt főszónap utolsó pénzem, ami a zsebemben volt, tehát ugye minimális pénzből meg kellett itthoni segítség, mert ilyen kajapénzből jöttél hazaján, hogy ott adtál a, mit tudom én, a az egyik sofőrnek 3 lett, 4 lett, hozzon már rá Szent Györgyig, vagy legalább a Beketődik oszlopnak, aztán onnan gyalogolta a 10 kilométert, tehát körülbelül ez volt a szituáció. Tudjátok, hogy ezek rohadt mérgesen kínálsz, hogy na már megint, értitek? Vagy itt ülök 4-5 órát, vagy szopak itt a üzével, ugye? Vagy a mikrobuszost megkértett, hogy vigyen el egy darabig, azt onnan megoldottad másképp. Igen, volt olyan is, hogy hazajöttem, úgyhogy a másik mondta, hogy ne haragudjon, majd egy leállva lejjem is nincs, megkérem, hozzam be Szent Győr, ha erre van útja. Volt olyan, hogy készséggel megtették, volt olyan, hogy azt mondta, hogy felejtsd el, szóval, igen, megesik. Úgyhogy, hogy mondjam, én mindig ránéztem a hegyekre, és rohadtul megnyugodtam. És onnantól kezdve, én nem tudom, én rájöttem, hogy én szeretem a hegyes vidékeket, hanem az ilyen sík területek, ahol nincsen hegy, az egy olyan kicsit olyan, hogy kéne ezek, és egy olyan lapos, unalmas, hogy így. Ha? Értitek, hogy én szeretem őket bámulni, szeretem nézni, tehát én, sőt, azt vettem ezt, hogy akármit nézek, hogy hely, tom, valami legyen, tehát ilyen. Mit kell, amikor én sík területen vagyok, ez az igazság. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom őszintén. Szerintem az egy ilyen fétis, vagy valami, hogy én szeretem. Sosem aztam annyira a hegyet, tehát hogy legfeljebb a Csikavárig voltam, meg itt a Héttétránál, meg a Polyánálban, de így, hogy konkrétan a hegyet mászni, ilyen napi szinten nem csináltam, csak nagyon ritkán, de én szeretem őket látni, szeretem reggel kinézni és látni őket, és hát azért szerintem így sehol máshol nem laknék jobb, laknék szívesebben, mint itt, főleg nyáron gyönyörűek, mikor kimész itt Domboldorra, és így ellátszom, eddig a szemere ellát, hát ez irgalmatlanul szép, én úgy vagyok vele, hogy megvették kilóra, érted, csak láthassam, és hát igen, ezt is jó tudni rólam amúgy. Most így elég sok mindent elmondtam nektek ide a videóba. Nem is tudom, hogy egy órás videó lett a végeredmény, látszik. Még ezt a gyémántot kibányásszuk. Úgyhogy gondoltam őszintén, szóval, hogy ezt megosztom veletek, mert így lenne tudni, most már 4 évet karcoljuk lassacskán a csatornával, ugye. Jövő hónapban lesz 4 éve, hogy megnyitottam a csatornát, és március környékén, hogy megvan Krén. És hát ugye én is sok tárval álltam elő, sok mindennel próbálkoztam, hogy hát, hogyha tudnám valahogy életbe tartani a csatornát és fenntartani az érdeklődést. Hát sokszor nem jött össze, legtöbbször ugye az én hibámból, az említett okokból. Itt most mondom, szögezzünk valamit így a videó végére. Én nem hibáztatok senkit, nem hibáztatom a céget, nem hibáztatok ex-barátnőt, nem hibáztatok havert, barátot, senkit. Tehát ez nem arról szól, ez mind kizárólag a saját hibám. Én csináltam, én döntöttem, én voltam ott, én éltem meg. Tehát minden negatívumot, amit én most itt elmondtam, azt nem másnak köszönhetek, saját magamnak. És miért? Megmondom, hogy miért.
mert én csináltam, én döntöttem. Amikor ott voltam, lehetett volna választási lehetőségem, hogy azt mondom, ezt nem csinálom, vagy ezt másképp csinálom, vagy ezt másképp oldom meg, nem tettem. Ezt az utat választottam, ezt akartam csinálni, ez az én saram, az én sorsom. Nem szabad mást hibáztatni, tehát ezt meg kell tanulni az életbe. Ha valami baj van, vállalnod kell a felelősséget. Sokszor nehéz, sokszor szar, sokszor rosszul esik, sokszor nem csinálod, de így a helyes. Ez az igazság. Persze, kimondod, ami bánt, kimondod a te néző szemszögedet. Biztos, hogyha őket is megkérdeznek a céget, más, nekik lenni is lenne egy néző, tehát, hogy mondjam, egy szemszögük, lehet, hogy másképp gondolnák, mint én. Ki tudja? Nem tudom. Soha nem is kérdeztem, hogy dolgozom. Néha visszahallom, hogy meg vannak nagyon velem elégedve, de úgy amúgy nem kérdezem, hogy melózok, mert amúgy se érdekel. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy ezt most megosztom veletek, ha tudjátok ti is, hogy miről van, márról szól a fámam. Nagyon jó, ha tudjátok. És hát így nagyon ezen kívül egyelőre szerintem nincs mit mondani. Én nagyon remélem, hogy meg fogom találni a közeljövőben azt a bizonyos balanszot, és hogy valahol lépbe fogunk érni, és valamára ezt el tudom indítani, mert már régóta próbálom, tehát hogy így, ha nem is látszódik, de fájba próbálom és gondolkozok, és hát ugye én mindig olyan vagyok, hogy én spontán ember vagyok ilyen téren, hogy mikor nagyon akarom és nagyon gondolkozok, nem megy, nem jut eszembe semmi, nem akar összejönni semmi, azt jön egy spontán gondolatom, puff, és betalál, tehát én így vagyok vele. Sajnos valamiért, tehát a videókat is mindig így gyártottam, sose volt előre kigondolva a téma. Ültem itthon, játszottam a játék, a puff, bejött egy téma, puff, bejött egy másik téma, puff, bejött erről akarok, arról akarok, és akkor én mondtam itt. Tehát így konkrétan instant rek és mondjad. Erről szólt nálam a videózás. Ezt csináltuk 4 éven keresztül. Soha nem volt megtervezve szövegkönyvvel, megvágva, mert nem így működök. Ez vagyok én ugye. Úgyhogy én remélem, hogy valamelyik percen majd csak jön egy... Most ez a... Most ebben van 81, viszont szeretnék ébenfát is, most meg a franc le... Ugye most pattyantál ide, mondd, hogy nem. Úgyis időre megy, bizonyos ideig van itt, aztán menj áll a következőig. Na, adjad ki gyorsan a 100-at, hogy tudjak menni. Ébenfa is kéne. Szóval értitek, ez a helyzet nálam. Én is pont nem vagyok, és abban reménykedek, hogy... Puff, bevillan egy ötlet, bejön az ötlet, és az megment mindent nálam. Tehát, hogy így, úgymond, őszintén szóval a saját szerencsémbe bízok. És hazudnék, hogy eddig mindig nem azt csináltam volna. Tehát én eddig mindig úgy értem, hogy... Nálam az előre való tervező sose jött be. Mindig megterveztem, és másképp sült el. Úgyhogy úgy kezdtem el élni, dogálkat mindent, hogy... Kitaláltam valamit, azt belevágtam, és bíztam a jó szerencsém, ez az igazság. Én általában mindig bíztam abban, hogy ez most betalál, az most jó lesz, az most itt. Eddig mindig bejött, nem tudom, vagy én vagyok mákos, vagy van. Eddig nem mondom, hogy 100%-ba, de úgy nagyjából mindig, amikor nagyon-nagyon szükségem volt a szerencsémre, vagy arra, hogy a megérzéseimben eddig sose csaltak. Tehát, hogyha valami kellett, én csak eszembe jutott valami, és csináltam, és működött. Általában, amikor nagyon kellett. Volt sokszor olyan, hogy annyira nem kellett, és akkor nem jött be, de voltak mindig ilyen tikkel, hirtelen vezérelt döntések, dolgok, hogy puk, meg volt, kész, jó volt. Hát, most is valami hasonlóban reménykedek, hogy fájba vág egy mázsa, az egy múzsa. Múzsa, és akkor így tudjátok, amikor viccel is mondják, hogy zirok is csak akkor tudnak kijönni, amikor a homlokon csókolja őket a mázsa. Hát már én is valami ilyesmit várok, hogy a múzsa megiklessem és valami jól tetett. Na jó, azt a marad döntöttük mondjuk ébenfára. És hát igen, remélem, hogy jön valami ötlet. Valami a fejembe, ami úgymond nekem is jó, nektek is jó, mindenkinek jó. Nem tudok mit mondani, mert nem szeretnék ígérgetni, erről is nem akarok. Ez olyan hülye ügyön neki, hogy ígérgetek dolgokat, aztán nem tudom megtenni. Ezt nagyon nem szerettem sohasem, nem is szeretek senkinek se adósa lenni semminek. Tehát így... Csak az az igazság, hogy nem tudom mit mondjak. Ha most azt mondom, hogy a jövőben jobb lesz, ki tudja, talán. Ha azt mondom, hogy szarabb lesz, az sem biztos, nem tudom. Nem vagyok jövőben látó. Fogalmam sincs. Miért nem bányászod? Hello. Jó, sikertem, nem értem. Mások már a 4. érzetben bányászok én meg semmit sem. Bogica. Raptors. Szóval, igen. Ez sajnos egy ilyen dolog.
Valahogy lesz. Na, mi lesz? Dobsz valamit? Nem igazán. Na mindegy, akkor megpróbáltunk egy ezüstöt, és egy mennyeiként beolvasztani. Majd azt mondom, hogy hanyjal vannak. 3000, amíg van 6000. Plusz 1-es lesz gyerekek, addig hajlatsillag lejön 6-szor, és 6 meg plusz 9-os, szerintem most sose fogja megérni, majd nem fogok bányászni, azért volt unalmas meló, szerintem. Legalábbis én úgy vagyok valahogy, nem vagyok ezen nagyban. Jó, tudom, sokan szeretnek elmenni extrém fele ilyen tíren is, hogy 1 ablak, 2 ablak, 3 ablak, 4 ablak, 5 ablak, 10 ablak, 15 ablak, és akkor nyomja a bányászást. Minek? Tehát, hogy így, ez már olyan, mintha munka, tehát az már egy olyan versenyszellem, amit én nem akarok csinálni. Abban nekem semmi élvezet nincs, hogy kattingatok hülyére az ablakok mögött, meg nézem, hogy nem, hó. Jó, most nem olyan zene megy, most copyright free zene megy, nem az én ízlésem, de én úgy szoktam. Ha játszok is videón kívül, fel a fülest, hátod ősz, nyugi van, laza van, nem stresszeled magad, nem eszed magad, hátod ősz, és játszol. Egy ablakkal, ha kívánjuk, két ablakkal, semmi több. Jó, az, hogy most van bennem egy két-három ablakon, mint boltol, az egy másik történet, azzal nem játszok, az csak úgy van, mert offline boltot még mindig nem raktak be a gépben, nem tudom, miért, de... Ja. De valahogy én nem hiszem, hogy az az igazi magyarázat, amit adtak, én szerintem egyéb kell legyen, na mindig. Szóval, én nem vagyok az az extrémes emberke, aki nekiáll, és aki nyomjad, mint az állat. Tehát abban nekem nincs élvezet, és mint mondtam, ha nincs élvezet, akkor nem tudom csinálni. Tudom, össze lehetett hozni több, 10 millió milliárd rangot is így, de nem az én stílusom, és nem is igazán szeretném, hogy az legyen. Most meg valamit elkezdett csengeni a fülem. Na, nekem is valamit, hello! Ó, basszus, befejeződött a bányázat, na végre. Én is kérem, de azért szemed, hello! Hova? Ó, lekésted. Lekésted már, de lassú voltál. Főképpen járni az újra, bajok lesznek. Ja, nem késtem le, csak ugye én automatikusan rábögtem, hogy nekem hozza fel, és a másikat akarta felvenni. Hát te botokra én nem tudtam, melyiket ki lehet csórni, ha? Miféle lopós vagy te? Nézzünk oda. Ott volt a fogadon, és nem vetted fel, hogy képzelett. Nem magad felé ránt a kezed, nem lesz az egy jó. Á, nem lopunk, nem szabad ilyesmit csinálni. Ott volt, felveszi, jó helyt van. Jába tűnt el róla a neve, ő szegény kínódik, mint mindenki. Szerintem ez egy harmadik karakter, vagy második, vagy szegény. Na. Mindenki kapál a gyerekek, na. Na. Másodok a TS-ba, tárvára, és jó menne mindenki így dolgoznak. Kapálj az ében fát. Már nem értem, ha ében fa, akkor minden fészilába kell. Hát a fát azt vágják, ha nem? Ki hallott meg olyan, hogy csákányolják a fát? Na jó lenne. Tényleg ezért. Érts, szóval. Már nem tudom, az ében fa, az fa. Már lehet, hogy nem tudom rosszul. De ha ez a játék logikai, ezt kell szeretni, nem kötekedjünk. 56. Hát abban nem lesz meg a 100. És van egy olyan érzésem, hogy ez mindjárt el fog tűnni, viszont... Nem bánom, hogyha lemegy legalább egy évben fokoljon, vagy valami, ugye az is egy-két minél. Az is pénz. Meg kell keresünk egy alkimistát, jut eszembe. Ugye? Amit nem tudom, hogy hol fogunk kapni. Várjál, most van külön... Tudom, hol fogunk kapni. Van külön alkimista. Ugye azokon az új mappakon, vagy hol a búbánatban, ahova csinálták a cégtárgyiket. Azt kell megnézzük majd. Vagy kohász vagy, a francok nevezik. Most az alkimista az más jelent, az aki az alkimával foglalkozik, nem? Ezekkel a bizbaszokkal. Azt se tudom, mi van ebből még. El van szereve egy nyelsárkányok. Sárkányok. Sárkányjal, de biztos. Nem vagyok erre ezt olyan téren, de azt mondják, hogy ezt is megéri farmolni. Habár nem értem, hogy hogy van ennek igazából a farma. Tehát most kifarmolod, jön az a... Az a cucc, az a... Sárkány szilánk, vagy nem is szilánk, majd a szilánkból lesz, hogy kigyűjtöd a tizet, és kapsz akkor egy ilyen...
nyers sarkany, mit tudom én, mit grána, izét nem tudom, hogy hívják, na. Tudjátok, az a kék, és kinyitott, és akkor kapott bele ezt a sárkány, mit tudom én, mit. Tehát a rubint, hogy így, azt adod el, vagy a... Vagy azokat az egynapos izéket adja el, vagy hogy már kitűnt tizet, és akkor úgy... Mindegy, ennek is megvan a farmja, amik igazából magyarázták, hogy csak nem igazán értettem, és úgy voltam vele, hogy ezt még hagyjuk, mert még nem értem, és bonyolult, és nincs is nagyon kedvem hozzá. De aztán valaki nem erőjek, hogy ez most mennyire lehet, hogy ez így értekes, értelmes, meg stb. Úgyhogy megéri ezzel foglalkozni. Nyilván semmi olyan nincs, amivel egy-két órán belül óriási hasznot tudnál csinálni. De szerintem azt egy-két óra alatt nem is lehet annyit kicsapni, hogy értékelhető legyen, szerintem. Aztán lehet, hogy nincs igazam, szóval sorry, hogyha így van. Oh, Krain! I'm the boss, I'm the king. Megvan, 133. Na, lesz kell 200. Ragadna. Ja. Tűzzük napedre, és keressünk izétel. Mit is akarunk keresni? Ja! Keleket. Ilyen szellemkét. Plusz 1, plusz 0, plusz 2, így már ugye azt kell. Azt vegyük is vissza. Lassad meg! Ezt nevezem én. Jó, hogy hoztam a... kapart, azaz a csákányt. Most már bocsánat, mondjuk rendes nevén csákányt. Mert hanem itt most szívnék rendesen. Ugye mennyire itt farmoltunk? Egyet! Ugye, egyet! Egy óra 21 perc alatt, egy metint. Most kérdés az, hogy elbukok-e mindent, mert ha semmit nem csinál meg, az azt jelenti, hogy nullat farmoltam másfél óra alatt. Ami nem lenne jó. Viszont az se jobb, hogyha csak egyet csinálna, az is egy milla. De úgy vagyok fel, hogy az is legalább egy milla. És nem semmi. Nem tudom. Az a baj, hogy ez a 3 CH, ez tényleg kevés. Kötekedés, szívózás nélkül kevés a 3 CH. Egyszerűen nem tudsz annyit farmolni. Mi van itt? Fehér ellen. Hát akár, mikor akarok hazamenni, akkor nem hagyod, hogy menjek. Most dobod elém, másfél óráig mi a jobb bubánatot csinálta a könyörgem? Hol voltak ezek másfél órán keresztül? Nem baj. Ha meg lesz 200, már jól jártunk. Akkor már tupla esélyem a fehér aranyra. Ami ugye, azt hiszem, 1 milla körül, mert másfél milla darabja. Valamint, ha jól emlékszem. Amikor meg kell nézni az érceknek az árát. És most nem is fogok semmit úgy kirakni piacra, hogy ne nézzem meg az árat. Ma múltkor beszívtam, még egyszer nem akarom. Na ugye... Aki napi szinten termel, bukó nem számít következő, de viszont nekem, aki úgymond a tartalékait éli fel, az úgy nem kellemes, és nem is szeretném, hogy feléljen. Sőt, most gondolkozok azon, hogy kéne egy kiskarit csináljál, 30-at. Csinálj, nem kell csinálni, mert van, csak meg kell keresem, hogy melyik az. Kell válaszok, hogy most ura legyen, vagy harcos, és akkor feléleszteni a lovat, vagy megcsinálni a lovat, mert azt se tudom, most már így őszintben legyek. És map 2 farmozni szerintem. Ezek a... Az új farmok őszintén szóval annyira nem jöttek be. Mindenki ajánlott a... Nem fél bele azt, én azt szeretem, bejövök map 2-re, örülök, metineket dob. Könyvát, meg mit tudom én, mit azt meg jól el vagyok, és nem kell kilódni a metinekkel, nem kell buff, nem kell egymentos metinekkel vadászni. Szóval értitek, én ez a nagyon alapvári gyerek vagyok, én nem szeretek semmit se túlbonyolítani. Csak az életben nyújtás csak túl velem. Ez mennyi volt a 130 óra? Nem hiszem, hogy a 6-ot vagy 7-et adtam, amikor akkor. Könyörgöm. Várjál, hányos a bányászat? Jó, hát ez kettes. Meg tudlak érteni, sajnálom. Sorry, nem szóltam egy szót, csak kettes bányászat, tanács, és várjunk itt család. Másiknak már van tuti, hogy M1-es vagy P-s bányászata, én meg egy kettesre szerencsétlenkedek. Kéne húzni, ugye? De hát... kell az aura. Igen, mert mindig ott vagyok, hogy... ez a napi 5 millió a kiadás, ez nagyon padlóra tud vágni, ugye? Most nem mindegy, hogy ki kell adjuk 5 milliót vagy aurára, vagy ki kell adjuk 1 milliót egy ilyen bizbaszra. Tehát, hogy így... ugye naponta össze tudok farmolni a 6 milliót lazán 1-2 óra alatt, ha ügyes vagyok. Hogy el tudok adni annyit legalábbis a tartalékból, de
Ugye amikor az 5-6 millából elmegy 5 millal arra, hogy veszek egy aurakákát, vagy 4 millal, akkor elmaradok ilyen 500 kákkal, és akkor így basznek. Körülbelül szituáció, hogy így ez potira nem elég szinte, értitek? Tehát hogy így, na. Tehát hogy így a, például a Zével is úgy voltam a fejlődéssel, amikor kellett menni SD2-be. Nagyon szűkre vettem az aurakákra vásárlást, tehát csak így nagyon szükséges. Tehát nem így, hogy láttam 4-5-5-öt, és akkor megveszem, hogy legyen, nem, megvettem aznap egyet, aztán, hogyha olvastam aznap másnap, akkor jó, hanem akkor másnapra nem vettem, és akkor harmadiknak megnyertem, és akkor így. Másnap, hogy úgy vettem, megvettem 4-5-öt, és akkor volt a leltárban, és akkor így, tehát ugye, és úgy tudtam valamennyit gyűjteni ezt a 200 millát, nyilván. Mert nem volt, hogy egyből elszorom a pénzem aurakákára. Jöjj te, nézd oda, mindjárt kigyűl. De most meg úgy vagyok vele, hogy ében fa érzed, én is ében fa, na. Hát még azt is elfogadnak, de főleg egy mennyei könnyi érzet. Na mindegy. Körbefutunk legalább ezen a karakteren. Valamint ezen az akkon, hogy valamelyik karinál nincs még. Csak hát ugye... Nem tudom, hogy a kövek mennyik van. Na most ugye van itt egy. Meg azt hiszem van kettő a rakiba, vagy valamelyik karakternél, azt meg ki tudja, a bányász karakteremnél kellene még legyen, csak annak a pontját most így fájra nem jut eszembe. Meg kell nézzem, ott ezt kéne. Kódokhoz azt tudom. Csak az akkontok után, az akkontot is tudom, csak nem tudom, 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 94-es, 92-es már. Úgy van, hogy általában egy-két akkontot variálok 61 féleképpen. Legyek őszinte most, hogy még egy kicsit a játék van, hogy komolyan ezt a 10 annyi darabot nem tudtad kiadni. Ne szívass már. És tudom, nem kell mondani. Tudom, hogy ezt több karakterrel kéne végezni. Tehát előre szólok, most videózok. Tehát, hogy így, mikor videózok, akkor annyira nem törődök azzal, hogy hány karakter, sőt nem is tudnék egyszerre több, most ezt is, azt is, amazt is irányítsam, figyelm, tudjam, tehát nem. Akkor nem szeretnék teljesen a vlogol, a videózásra figyelni, és akkor az meg mint más lenne, mert fel ezt meg kéne szakítsam azzal, hogy most ide megyek, most azt csinálom, most oda megyek, most úgy csinálom, és az úgy nem fasza. Itt eszembe úgy intrót kéne csináljak. Valamikor meg, most nemrég megtaláltam ott a régi intrómat, ugye a Crane kalandjai. Tehát az az igazság, hogy az már nem aurika. Ugye? Úgyhogy újra kell csinálni. Hát ez pont nem itt lesz. Se baj, karicsere. Igen, tudom, hogy karaktert szeretnék cserélni. Tudok róla. Csak cseréljem már. Na nem baj. Hát, ha megkapjuk itt valamelyik karakternél. Nem bánnám. Holnap pedig vagy. Hát itt. Hoppá. Add a papírnak ezt a 19 darabot, légy szíves. Bakker. Nincs helyem. De jó. Focsoljunk itt egy kicsit gyorsba helyet magunknak. Mi a bubánat vagy? Energiakristályt törelik. Azt sem tudom, ezt mondjuk létezik a játékban egyáltalán. Olyan rég csináltam. Azt hiszem fegyvereket kellett B-tölteni. Ilyen egy is olyan, hogy oroszlán sebecsét meg ilyesmi. Ó, gyémántkő, 200 darab. Nem aprózott mi, hát. Plusz 4-es attól is kő, jó, most nem plusz 4 kell. Valami van itt, ami hasznos. Hát. Nincs. Jó, akkor ezt most kivesszük. Jó, mondjuk az a 200 darab az még jó volt, tehát ez jó kés, nem gond. Következő karakter. Most már átnyalazom, hogyha van, akkor összesítem és... Hát, aki jön valami belőle, na már tudjátok, ez a 3 másodperces várakozás. Még 10-es, azt nem tudom, miért nem veszik ki. Olyan baromira idegesítő, amikor 10 másodpercet kell szerencsétlenkedj a mobok között, főleg, hogyha ilyenben vagy DT. Valahogy ki tud teleportolni. Az az ilyen autótámadós helyeken kiver. Plusz 2, és akkor ez jön. Plusz 2, és ez is jön. Hát
mi lesz ennek? Alázza küldi, ugye májat kell ütni meg ezek a bizbaszok. Hol vagy? Be se raktam Lakivel, mindig. Azt valahogy le kéne tudjam. Annyira idegesít, hogy map egy ilyen féletlenül ne talán ütni meleg egyet, és akkor úgy bérakja a raktalma, és el sem tudom adni. Hát tele vajon baj a közlekedek, hogy... Hát én de bésúvasztom ezeket a hülye XP gyűrűköt, most nem kell. Úgyis a buffossal fogom elhasználni. És amikor belekezdek a 80-as, 90-as metinekbe, tudti, ami fix, hogy... hogy mondjam... fog jönni még. És amúgy is 5-600k-ban már lehet kapni. Úgyhogy nem vészes. Nem félek attól. Csak most az a gondom... Átadtam el mindent. Nem, ezt még nem. Na ugye ez a nyílt küldetés, ez a nyílt hegy. Ez is annyira csesző csőröm. Na, hogy minek van? Tehát, hogy így visszamondani nem tudom. Azt a büdös életben nem fogok én odaállni 5000 nyílt hegyet kiütni. Hát a hajnal csillag rám szakad. Nekem meg annyi időm, türelmem, meg energiám nincs, hogy arra pazaroljam én. Tehát itt is az van, hogy kéne összesítenem, hogy itt is van egy rostas... Apa. Ó, hát ez is plusz 4-es. Ott is van egy rostrás, meg itt van egy plusz 4-es, ott van egy... Tehát így vagyok én szétszórva amúgy a karakterek között. Azt se tudom mindjárt, hogy mi van. Ez az igazság. Na, vagy 3 akkontot ezen kívül ki, tehát nem ezzel együtt 3. Ezen kívül még van 3 ilyen akkontom, hogy tele van szórva mindennel. Ilyen apróságokkal, hogy gyűlt innen, gyűlt onnan, map 2-től farmoltam, itt-ott farmoltam, és így az évek alatt felgyűlt, és akkor így... Hát na, van. Az félelem maszk. Ez a költésnek van. Zafírért. Ezeket hol bányáztam, könyörgöm. Van. Összegyűrű, ez még jól lehet. Kroppa is. Értek. Minek tartom ezek? Pá. A plusz 4-es. Nem plusz 4-es. Van itt minden, hát kákában van mindenből, így össze-vissza van. Múltkor találtam, vagy 4 elvarázsolt pek a kákát, csak úgy kerestem valami egyet, nem. Elvarázsolt pek. Ah, de jó. Plusz pénz a házhoz, lehet. Van rákek. Jó darab. Fú. Mit is a plusz 4? Hoppá, aranyér. Na, ez az Core Dragon, ezt mondtam. Hát az most egy jó hájt van. Lovagolás kéne, ez ott éri a... Hány is a plusz nullás? Valami van már, egy hátat, oh, de sok... Ez is plusz nullás. Oh. Apá, az aranyat azért oda rakjuk. Vagy rebizel. Egyszer neki kell álljak és így összesítsem, hogy mi van, mert ez így nem jó. Mármint, hogy így össze-vissza van minden, és mindenből van minden helyen, tehát hogy szerintem lehet, hogy kijönne egy 100 darab rozsdáspenge, 70 darab, nem tudom, így, hogy összerakosgatnám, meg kakából, mit tudom én, 3 karakter, tehát hogy így, és, hol van, ja, és akkor no name, azt hiszem, hogy ezen nincs semmi, bár nem vagyok biztos bennem. Hát kár, hogy nincs több plusz, hát van plusz 2-es kövel, meg plusz 1-es, mert tudom, hogy van, mert időben nagyon felstócoltam, csak nem erre a karakterre. Itt van egy pár tétés cucc, ugye, amit kell vinni. Sisakok. Ezt nem is tudom, hogy mi van itt, szerintem vegy. Pá, éven fa érsz, na hát. Mit mondjak, ércekből most el vagyok látva. Mivel annyit érceztem. Téged is mit tudok? Azt tudom, hogy azt hiszem nem is ezt lehet, hogy ezt lehet átforgatni 80-asra. Mit tudom én. Meg kell nézzem, hogy én úgy emlékszem, hogy igen, mert akkor biztos azért tartottam meg. Tehát itt szertelenség van, amit tehát egy mindent pakoltam mindenhova, csak valahova férjem a szegény. És akkor mi maradt ez a karakter? Látsz, csak hogy adtam a nevet nekem. Na, te se leszél több, mint level 5. Nem is tudom, mi ment fel level 5, hanem is kérdezzétek. Hoppá. Ez mehet tétőzni. Pfff, azt mondom, minek tartottam meg. Plusz 2-ös.
megint ugyanazt nézem. Plusz 3-as ijegység, azt mondjuk el lehet még adni. Egyéb plusz kell... Ah. Plusz 500 TP. Mi a nyit kell? Hoppa. Plusz 2, na hát... Ez ma oké is. Itt is van 10 műhegy. Meg egy pár ilyen... ugye... Tatója szívom, hogy minden, amit majd italt akarok keverni. Hát... annyi külön azért nincs, amennyit tudnék. Ez milyen éklem? Ez is pluszos. Látom, van baraszkom, nem baj, ez jó lesz majd, mikor pézek. Na mindig. Sőt, valahol van üzém is. Zembabom, de nem tudom, hogy hol. Tudom, már múltkor keresgéltem valamit, és láttam egy hármat. Ez egyik karakterán, csak most nem tudom, melyikkel van pontosan, de tudom, hogy van. Ezt észbe tartom. Mert szükségem lesz rá egyszer. Jó, hát itt... megnéztünk mindent, most is. Remélem, hogy megnéztünk. Van lehet, hogy nem. Lehet, kihagytam egy-két karakter, de most tökre nem izgat. Hova? Na nézzük. Árban ugye az ébenfa az egyik legjobb. Meg a mennyeikön. Simán azon 300. Ugye a gyémántal tudok idézőjelesen spórolni, mert ahhoz csak Jan kell. Akkor meg van ez, ez is egy laza 200-as. Ez is egy 200-as, hát ugye amilyen 70-30 azokat visszarakom már. Nincs értelme, tehát hogy 100-ot veszel, szóval 64 az megy vissza. Tehát ilyen... meg ez a 3 is, tehát minek legyen itt 3. Én szeretem a kerek számokat. A kerek számok embere vagyok. Rattól nem szeretem, amikor ilyen, mit tudom én, ilyen... tizedes veszünk karomvédelem. Biztos jó komotra hagyott, csak valahogy itt összesítsük a dolgokat, már nem lesz jó vége. Tehát azt mondja, hogy van 1, 2, 3... 4... 5 kövem. Biztos nincs több. Nincs. Jó. És akkor ezt most szépen fogjuk magunkat, és valamit alkotunk. Olcsó. Mennyi? 200k? Öcsém. Hát 200k-ért az kiegészt a plusz 0-as kevekedzőtéketek, ne egyéskén, ezt a kutya nem fogja tőle megvenni. 30-40, max 50k-ba, ha elviszik, akkor te vagy az ász. Hát én ezt így mondom neked. Tehát én 30k-nál soha nem adtam többet. Nem voltam hajlandó. Ezüst. Van ezüste? Dehogy van. Arany. Gyöngy. Hát... gyöngy. Még van is van gyöngy. Mennyeljük el. Na. Mami. Imádkozom. Mennyi? 9000. Tök mindegy. Na még egyet, mami. Nem sikerült. Hát. Ezt buktuk. Jó van. Na hát mennyeljük elünk, ma nem lesz. Fa. Ébennek. Hogy plusz 3-ast is? Ó. Egy ében fa siker. Fogasz plusz 3-ast is? Ó, hát ez tökéletes. Ó, hát mi van ma estére veled? Nyanya. Puszi élek tarkon, mit csinálsz itt velem, meg azt? Ó, like. Big like. Leborulok előtted, azaz leborulnék, ha lenne ében fa. Ében fa. Érzelem maszkom. Sajnos nincs. Puszi, megegyeztelek, hol vagy? Nyí legyenes irányba a Kovástól, ezentúl hozzágyárok, vendéged leszek. Megvették kilóra, na, szemanyi fik. Mind a hármat, kacsába venyelte, jó van, tökéletes, ez megvan. Ametiszt? Ametiszt, igen, most is jól mondta. Gránát. Mi az a gránát? Gondolom valami új. Nekem mi kell? Gyímant. Fehér arany. Ébenfa. Na mindegy. Hozzád.
Ó! Oh. Ezt már szeressük, mami? Vagy papi, vagy mi vagy te? Rahagyjatlan használ, hittem, hogy ez mi jelentik. Hát... A puszit azt felejtsd el, de amúgy leborulok előtted. Nem baj. Az van, hogy... Itt is van laktam. Gyorsan vissza a másikat, de a plusz 3-as köveket lapátolom befele. Nem érdekel. Lapátoljad befele gyorsan. Hol vagy? Karit cserézünk. Áááát, az már jó. Ez egy laza 3,5 millió a profit. Tehát, hogy... Nem, több. 4 millió. Azt a jó édes. Mondtam már, hogy imádlak. Akkor itt kidobsz. Kell is nekem ilyen hosszú jelszó. A végre. És nem tudom, valami mást. Gyorsan plusz 3-as kövekkel. Ezt még muszáj lesz megoldjuk. Tehát most már belelendültem, nincs megállás. Plusz 4. Nem itt volt jó. Haj. Milyen nem is van. Ha, jó tudni. Sokszor meglepődöm, hogy van nekem. Milyen nem olyan. Nem legyértékű cuccok csak. Sőt, lehet sokan vegyi beleadnak, de nekem. Mi a krén lépek rá? Hát nem őt kell nézni. Közben szálljak le alulról. Tudom, baj, ezt megírtam, hogy meddig ítézzünk, de hát olyan. Ez már rakja a zenét már. Amilyen köcsög a... a YouTube. Mirek berak nekem egy asszalmat, ami copyrightos, aztán egy életen át szívok a videóval. Hát ez sem az. A fele. Na. De... Ja igen, hát ugye a Kratos. A valami raki féle jön most, és utána a fabter, és tovább. Na mindegy. Adjad ide azokat a köveket, meg kellnek. Leszalok. Igen, amikor elfelejtett, hogy hol vannak a cuccad, és akkor keresem, mint a hülye. Hát... Nem baj. Megúgyjuk. Már nincsen, még csak három. Ó, na! Úgy nem szeretem az ilyet. Azt se tudom, nem oda mondom. Remélem nem némítottam le semmit. Úgy szeretem. Tényleg. Skidob, bédob. És akkor úgy űzi az agyát. Nem értem ezt. Miért nem lehet megoldani jól? Na mióta másfél óra kerülgetem a szemem el, amikor fognak pont az arcomba van. Na, mondd azt, hogy... Igen, 23, tör. Figyelj, most már úgyse sokan lesznek 23-as követ már. Már lesz... Most láttam, hogy a plusz 4-es pallos van nála. Hát az mappaidra tökéletes. Netán kedvet kapnék, úgyis van egy tigrisem, úgyhogy... Ha egyszer az életbe kedvet kapok hozzá, hogy üssek plusz a alapköveket, akkor majd... Mondjuk zokni eventkor, tényleg. Akkor jó. Megcsinálod a pecsétet, és akkor nyomod bele, mint az őrült. És addig még van egy év. nincsen sok. Majd... Karácsonyra fogunk csinálni a szokni eventet, akkor könnyű lesz, mert megvan, nem kell megvet. Az is mennyi, 2 millió, 1 millió, valahogy egy, sőt van ahol 3. Így ilyen, azt mondja, hogy ezt, meg ezt, meg ezt. Most arra vagyok kíváncsi, hogy vajon számít-e bármit is az, hogy most plusz 4-es kövek vannak, hát ugye. Ha engem kérdeztek, akkor semmit. Tehát, hogy most tök mindegy, plusz 0, plusz 2, plusz 3, hát ugye... Idítottunk egy kemény töréssel. Mami, vagy Tati, vagy Tata, vagy mi vagy. Gratulálok, köszönöm.
Na most jön az arany. Ezüst. Arany. Arany. Gyöngy. Van egy olyan érzés, hogy aranyatnál fogok kapni. És ugye, hogyha arany nincs, akkor kevesebb esélyed van. Tehát akkor nem... Jól látok? Arany! Arany! Van arany! Itt van minden! Aranyba fektetlek, babám! Csak csinálni! Meg is sikerül! Nem baj! No probléma, amigo! Ahogy mondja az olasz, vagy a spanyol, vagy az Isten tudja, hogy ki! Nézzük a jó oldalát! Sikerült szereznünk 3 éven fát, egy fehér aranyat, és egy... gyémántot. Tehát erre azt mondom, hogy minimum egy 4 millás, 4,5 millás profit, ugye, mert van egy sajnál gyanúm, hogy nem 1 millába megy a... Most már, ha itt vagyunk, mielőtt elmennék, azért most már megpróbálok venni 5 milla alatt egy aurát, ha bár szerintem nem fog sikerülni, de azért megpróbáljuk. Legfeljebb eladok pár potit, úgyis kell bótoljak. De basszus, kéne menni DT-zni, és ugye nem szorhatom el minden pénzem. Aff, ki van? Egy nagy csóról vagyok. 1,2 millió, mondom, hogy minimum egy millás profit. Vagyis egy 4 millás profit. Aztán meg ki tudja. Hát, hohohoho. 5 millás profit. Elállunk a tétel. Plusz 3-as. Plusz 3 200. Mondjuk azt még úgy megértem a plusz 3-as, de a plusz 0-as, de még 200-ka, azt nem fogom megérteni. Arra majd végül a boltokon, de meg sem nézem, mit adanak. Hát, életenergia. 1 millió, meg sem erre mondani, mennyibe adtam el 200k-ba. Úgyhogy valami látta. Az, azt hiszem, hogy az felejtés volt, ugye. Igen, felejtés. Nem felejtjük. Ki az, aki nem elsőre csinálja meg az aurát? Az első dolgot. Ha nem azt csinál, az elsőre szívsz, mint az állat. Hogy jutok? Így is végre. Ide veled. 250k. Mindegy. Elviszik azt egy millába, és ha nagyon kérek. Most tudok olvasni, nem a szopac. Szopac. Ez tényleg szopac. És mindig nem tudok olvasni. Mikor olvastam ezt a kartát? Ja, tényleg, tegnap este volt, késő volt, 11 fel vagy 10 fel, Isten tudja. De volt késő. Nem szóltam semmit, elnézést, elnézést. De azért kiveszem a többi kartát is, hogy lássam, hogy nekem olvasni kell. Az élet egy nagy tanulást, azt mondja, van egy forgókartunk. 3 irányú állás. Aura. Mind az egész egy napra. Jó lesz az úgy. Vagyunk el valami békésebb téren, ha netán csinálja egy ilyen, találok beépni. Én nem szeretem azt, amikor szarrál a golyamon át. Nekünk mi baja van? Mély világ. Ja, amúgy van pántom, tudtátok? Ja, hát igen, mutka mondtam. Ja, különleges kell. Jó, jó. Adja béké, most ugye kell még be. Mi villogsz? Mit alakítsak? Hát nincs mit átalakítsak. Bónuszok? Milyen bónusz? Nem adok is semmit neked oda. Nem, nem, azt sem szeretném. Kombinálni? Mit kombináljuk? Egy pantomban. Akkor mi a francnak villogsz? Nem villog már itt nekem. Na mindegy. Ne kötek egy ilyen. Ugye? Na jó. Elsőször meg kell nézni, hogy melyik nő és melyik férfi lassacskán ebben a játékban, mert kezdem keverni. Soda csajszik. Úgy látszik, nem csak egyedül állok én itt. Na de itt hagyom a jó hegyes tájra karakteremet. Mára. Minden esetre köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy végig hallgattad. Velem voltál mindeddig, és remélem továbbra is velem leszel. Találkozunk a következő videóban, ami hamarosan lesz. Lassacskán össze kéne hoznunk valamelyik percenél live-ot is.
nem tudom, úgy van ugye, hogy csütörtök szabad, péntek, nem tudom, szombat fogalmam sincs, úgyhogy ha a hétvégén hosszúra nyúlna, ha megcsinálnék csütörtököt péntekkel, vagy kiadnak a pénteket, amire esélyt nem látok, vagy legalább meghagynak a szombati napomat is szabadnak, amire megint úgy esélyt nem látok, de ugye reménykedünk a csodába, akkor össze tudnak hozni egy jó live-ot, mert és csütörtökön kipihenném magam fénteken, akkor már rövid nap lenne, és akkor szombaton tudnak live-ozni, ezt majd meglássuk. De esetleg köszönöm a figyelmet. Próbáltam összeszedettem beszélni a témáról, próbáltam mindent elmondani. Remélem, hogy minden érthető volt, és remélem, hogy nem mondtam végig azt, akinek esetleg már volt, hogy elmondtam, vagy lehet ismételgetem már magam mióta. Isten tudja, nem szoktam arra figyelni, sajnos pedig tehetném. Találkozunk a következő videóban, addig is lehetek jók is. Sziasztok!